Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Csárli vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, alias Fifika. És Pifkó Krisztián, vagyis Mujó. És... És ezúttal én is itt vagyok, Horváth Jürit, alias Lúsa. És... 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 És nincs tovább. Elment, és... elment a kis fekete kalapos... Persze, kiküldtem. Hát ezt nem hiszem el. És Na. toppos a kis potyautas akkor. Jó, és ott van még akkor a macska és Blacky egy szobával arrébb. Van. Nő a fedélzeten, fiúk. Disztingválni kell most. Ajaj. Is. A Nehéz kis... biztos lesz. vagyok benne, hogy explicit lesz a tartalom. Mi miattam, Igen. Gyerekek, miattam kurvára ne disztingváljatok. Fuck yeah. Az a gond, rájöttem, hogy ha én beállítom öntudatosan, hogy, hogy, explicit a tartalom, jöttek olyan visszajelzések, hogy nem tudja lejátszani, mert a telefon szoftvere frissítés után ő úgy veszi, mintha hát egy gyerek volna, és akkor egyszerűen nem tölti le a tartalmat, kiszürkíti. Tehát most inkább clean-be rakom az összeset, és készüljetek föl, hogy kőkemény anyázás lesz. Mert olyan témáink lesznek, hogy csuda. Hogy de még mielőtt ez elkezdődik, most akkor nem úgy kezdem, hogy mi történt veletek, hanem hogy mi történt a mi Boriszunkkal. Mert hogy képzeljétek, majdnem kifogytunk Borisból, és semmi túlzás nincs benne, ugyanis bement egy rutin epeműtétre, és nem tolták ki egy másfél óra után, hanem egy olyan laza hat és fél órát eltöltött, ott bent, mert komplikációk léptek föl, úgyhogy hát láttátok is a, a weboldalon, hogy gyűjteni kellett neki vért, rengeteg vért vesztett. Most is a intenzív osztályra került, tegnap leengedték a, a rendes érsebészetre, ki kellett vénát operálni a lábából, azt visszapótolták, mert egy artériát megsértettek, és, és és azt pótolták, szóval van egy ilyen 35 centis kalóznyom, de mindenkit megnyugtatott, fényképezzem le, és utána csinálunk oda tetoválás terveket. Kleptonkoi lesz ott majd a heg körül, vagy bármi más, amit az ecigihez lehet kapcsolni. Lervoy! Lervoy! Egy jó Lervoy tetkó. Tudod, ahogy mosolyog. Szóval Magyarország legnagyobb ecigi terveket vár. Úgyhogy ez történt, a, ez történt a hét végén, múlt hét végén szombaton, és annyit érdemes még tudni, ezt már csak így előjáróban mondom, és aztán mondhatjátok a magatokét, hogy ez az adás, ez a megszokottól eltérően szerdán kerül rögzítésre, mindetől függetlenül csütörtökön fog kikerülni az éterbe, de ö, egyéb irányú elfoglaltságaink vannak, rengeteg adat van, és te Pont utazol el holnap délután, és még délelőtt van egy TV interjúd is, úgyhogy nem tudtuk volna sehogy belehozni, de ezt a, ezt a hetet semmiképp nem lett volna szabad kihagynunk, úgyhogy ez ezért van. döntöttünk úgy, hogy ez szerda lesz, és csütörtökön kirakjuk, mert hát na, ég a ház. Mindezt Charlie azért mondta el, hogy ne várjatok tőlünk csütörtöki frissességű híreket. Tehát azt se fogjuk tudni, hogy mit fog mondani mújó a tévében. Én megkértem, hogy fényképezzem be a műsorvezető szoknyája alá, de ezt se fogom az... megtudni csak az. Ki annak. lesz a műsorvezető család? Mindig valami hosszú lábú nőt oda mellé raknak. Rövid úton véget vetne a szereplésemnek, azt hiszem. Te akkor a végén fényképez. aha, Ennyi? aha, aha jó. <laughs> csak titokban. Borisszal egyébként én is beszéltem. Igen, épp most, hogy benn voltam. Boris, uh, bement, odaadta Borisnak a, a telefont, és váltottunk egy pár szót. Nyilván én jártasabb vagyok a magyar egészségügy jelenlegi állapotában, mint szegény Boris, úgyhogy rákérdeztem egy-két dologra. És hát uh, mióta nem dolgozom benne egy olyan négy hónapja, semmi nem változott, tehát az intenzív osztályon gyakorlatilag ugyanúgy néha növényként kezelik az ott fekvőket, mint eddig, de ettől függetlenül Borisnak már egészen jó hangulata volt, úgyhogy uh, egy ilyen, meg, megígértem neki, hogy uh, Charlie csomagjába becsempészek uh, egy darab uh, színezékmentes jáz, mint Borisunknak, úgyhogy ez egy ilyen Boris Edition lesz. Néztem, hogy már Remély. eléggé ki volt fogyva. Remé reméljük beindítja az emésztését. Ó, hát azt, írta. azt, nem merem neked mondani, hogy hogy be van indulva az emésztése, ki kellett képeznem, hogy, hogy epe nélkül hogy kell táplálkozni. Még tanulja szerintem ezt úgy, hogy vannak még gondok, fogalmazunk finoman. De azért Igen. innen is üzenjük az ápolóknak és az orvosoknak, hogy nehogy úgy engedjék, ki, hogy nem mondják meg neki, hogy milyen diétát tartson. Azt mert, a... még, mert még eddig ezt az információt nem osztották azt meg. Hát az vele. most tőlem tudta meg, és te tudod, hogy az epés mi tehet. Akkor van. elmondanám a reggeli mi volt. Paprika. Jó. Mit akartak, azt, azt mit akartak neki adni vacsorára? Paprikás krumplit. Paprikás krumplit. Úgyhogy. Csilésbab. Nem. Hát, azt még nem, de így is, így is háború van, úgyhogy. Na mindegy, hát valószínű jövő héten engedik ki. És veletek, úgy Egyen. hallom, hogy a akkor ezek szerint még stoppos, még mindig nálad van. A stoppos még itt van, most épp játszik a kis játékával, azt nem szokára hallani is fogjátok. Boris Kárvot sose lesz vége. Boris, nem, nem, korlátozom a cicáról való beszámolómat. Borisról eszembe jutott még, hogy Boris szegény úgy járt, mint Besenyő Pista bácsi meséjében a rém szarvas. Ez, ez a sztori jutott eszembe. Hogy járt? Ha emlékeztek? Nem. Besenyő Pista bácsi mesélte ezt a remek esti mesét, Hó volt, hó nem volt, volt egyszer egy rémszarvas. Azt addig fetrenget, míg magától kibeleződött. itt a mese vége. Hát itt is majdnem ez volt, igen. Fifika. én képzeld, tehát, nem, tehát a hetem az egy katasztrófa volt egyébként is. Nyilván elintézte ez az egész egyeztet, tésnek átszázott, ö, ö, egyébként a közben elő elhallgatni akart ö, dolog, de volt egy darab pozitív ö, ö, történet, 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 történet. Ma mentem át Romániába, és miközben ö, ugye kiváltottam a, a, mindenki, a rovinyettát. Kiváltottam a Rovinyettát, közben Román mindenféle parasztnak Matricza. lehordott egyébként. Most már annyit Románul, hogy tudom, hogy mit motyorog magába a Rovinyettás kezelő. Mit mondott? Mondom, mindenféle parasztnak lehordott, érted? Hogy, hogy nem, nem, beszél, hülye magyar nem beszéli a román, szó szerint ezt, ezt mondta, de majd megtanulja, vagy megtanítom neki, vagy valami ilyesmi volt a, a dolog lényege. Én megmondtam neki magyarul, hogy miközben mosolyogtam rá, hogy a te kurva anyádat amúgy. Tehát így jó, elbeszélgettünk, három euró egy, egy heti matrica, és a hátam mögött megjelent egy román vámos. És oda szólt magyarul, hogy te mióta egy cigarettázol? Mondom neki, hogy hát az agyából öt éve, és mondom, te azt én két éve, és miért szívsz? Hát mondom, hatost, kilencest, mikor mennyire vagyok ideges. Azt mondja, hogy már nullás, de lehet, hogy le is teszi. <laughs> Na hát nálunk is elintézik. Lehet, hogy Mindenhol. nullás, de le is teszed. <laughs> hogy le is, mondom, lehet, hogy nálunk is ez lesz. <laughs> lehet, hogy nullásat fog szívni, de lehet, hogy le is teszed. De, de lehet, hogy le is teszed, igen. Na hát ez egy ilyen pozitív dolog volt a, a részemről, hogy a, a határőrök között is találni egy cigarettást Minden, Minden is üdvözlöm, ha hallgatja a podcastet, bár ha leteszi. Na és, és Judit, nálatok mi a helyzet? Hát nálunk végtelenül unalmas erre a kérdésre a válasz. Mi elmegyünk dolgozni, aztán hazajövünk, aztán elmegyünk dolgozni. Szóval az Igen. összes történés az, hogy ma melyik fajta idiótából volt több. Ezt mindig elmeséli a Blacky. Néha Igen. Kül pársoros szösszeneteket, hogy mo most mi jött be, meg egy-két kameraképet, olyan jókat kacagunk rajta, hogy Igen, hogy... kívülről tényleg vicces. A nagyobb probléma az, hogy bármi vicces történetet ő már elmesélt, mivel ugyanazokban a történetekben veszünk részt. Tudom, történet, történet, történet. Egy asszony, igen, aki tudja, igen. hogy mit kell mondani. Hogyne tudnám. Szóval igen, igazából ennyi amit megesik, hogy jönnek ezek a nagyon okos emberek, hogy én csak egy tobakkó likvidet keresnék. Nem probléma, melyiket? Hát azt a normált. Malború Igen, izügy. de ebből, ebből 20 féle van, ugye? Jó, de neki csak az a normál kell. De még mindig 20 féle van. De neki csak az a normál. És akkor ezt itt csináljuk sokáig. Utána bejön a következő, hogy fogok ebből visszajárót kapni? Hát euh, tulajdonképpen, mivel egy 20-as nyújt felém, és három fontot fizet, igen. Jó, és fogok ebből visszajárót kapni? Hát ez a három másodperces aranyhal memória. Igen. Nem egyszerű megpróbálni egyszer azonni, hogy nem. Ja, és akkor uh, egy csomója. Nem, nem segít, mert akkor tovább lép a következő témára, hogy megkóstolnám-e a lószarát, hogy megvan-e már régve a fej benne. Figyelj, nem kóstolnám 17 meg. forintos Hogy nem. Nem, nem, nem láttad még azt az eszközt. Tehát a kislány úgy használja a, a kis egóját, hogy az egó gombig bedugja a szájába. Éj, édes új, <laughs> <laughs> Figyelj, múl... Én rájöttem egyébként, hogy ezek az angolok nem hamburger idióták, hanem sausage idióták. De ő, Ezek ő, minden létező ez, Igen, meg. igen, ezt akartam mondani. Egyébként múltkor az egyik általam most megnevezni nem kívánt kereskedőnél ücsörögtem, és bejött egy hölgy, de azt meséltem, jaj a derekam, jaj a derekam. És az ötödik perc után, jaj a derekam, megkérdezte tőle mm, X Péter, hogy ö, esetleg lefekszik ide a földre, átnyomkodjuk, vagy... vagy tehát ezt enélkül is lehet közölni. Majd elővette a szatyrát, hogy egy bácsi, aki a kórházban van, és ő tulajdonképp csak az nő, hát vannak neki ezek, és ebből kéne egy működőt összerakni. Hát gyerekek, volt, a 808-as csati volt a legújabb fejlesztés, és mindezt úgy tudod, hogy mikor három éve bebasztad a dobozba, és likvidestől, mindenestől úgy jó. hagytad. Jó, ez hol, nem jó, hol. ez se jó, ez se jó, ez se jó. Ez talán jó lenne, ha, de ez se. Ilyen csatlakozó már nincs a világon, ez se jó. Kéne venni egy új szettet. az mennyi? Jaj, a hátam. Jaj, a derekam. Mondja neki, hogy mennyi. Ó, ez nagyon sok. De most, tudod, beszélünk ilyen 6000 forintról el együtt. Hát ez nagyon sok, ez nagyon sok. Hát előveszi a borítékot, kifizet. Jaj, jaj, a hátam ó, oh, a derekam, és az én uram, jaj, fú, azt hitte, tudod így, egymásra néztünk Péterre, hogy, hogy ez most, hát itt nincs kamera, mert az a te boltod, de ez ilyen van, hogy nem tudtuk eldönteni, hogy tényleg, az meg vannak ilyen emberek, de vannak, vannak, hát mint zábra mutatja, meg most Blacky is valami idiótának javít <kül> készüléket, azt hiszem. Ó, az a Teddy baszó, ó Istenem. Erről a, er, erről a, hátam, jaj hátam, még barkácsboltos koromban jött le egy kisebbségi ö, öreg öregasszony a, a bolt lépcsőjén, de ugyanígy, jaj a hátam, jaj a derekam, jaj mondom, ez sose élő a lépcső aljára. Leért a van-e 500 forintjuk, mondja a kollégám, hogy nincs, mert a kasszából nem vehetünk ki, nekünk meg bankkártyánk van. Basszátok meg a kurva anyátokat, és kitűzött a boltból. Jó, Istenem. Nekem is volt home lesz, aki, aki megállított, tudod, a piros lámpánál, hogy pár forint, ha van bankkártya, van csókolom. De akkor és én... a Na, és akkor azt mondja, akkor nem tudok adni. Még egyszer mondom, ha van nálad ATM terminál, szívesen adok egy százas, de bankkártyám van csak. És így legy, rám legyint, hallod? Ez megy tovább. Ó, hogy rohadjon meg. Ah, na, ami még eszembe jutott, a mi történt veletek, hogy remélem, Judit, meglepted már Blackit, majdnem Dávidot mondtam, a, a Star Wars hetedik részének a megvásárolt ijegyével. Nem, mert nem érdekli. Hát ezt nem hiszem. É. Akkor most dölt meg a teóriánk, fiúk, többet nem hívjuk se Darth Vadernek, se Darth Vadernek. Hát pont az a lényeg, hogy mióta a Disney ez a játék, azóta őt nem érdekli, mert annak nincs köze az eredeti és Ó, autentikus Istenem. autentikus. És... Jó, megvagytok ti bolondulva. Ez nem olyan Disney. J.J. Abrams neve az garancia már, számomra. Már a Star Trekből kell, hogy ott is összeveztek összevesztek egyébként és, a Igen, és egyébként azt mondta ő maga is, hogy mindig jobban szerette a Star Wars, mint a Star Trekket, úgyhogy a, 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 most a végleges bemutatója, a trailer, az szerintem zseniális. Úgyhogy én már, én már nagyon várom. És Na azt mondtad, hogy, hogy G. G. abrams csak úgy engedték meg a Star Wars forgatását, hogy aláírtak egy papírt vele, hogy flare effekt nem lesz a filmben. igen, igen, igen. Na, de hogyha már ilyen jó kedvünk van, akkor belecsapunk a, az e-liquid házatáján történt hatalmas, leginkább hányás szagú katyvazba? Igen. Csapunk. Hell. Jó. Ö, megemlítsük e a az előző héten kimaradt és Krisztián neked meghagyott dolgokat, vagy, vagy vágjunk a, a fekete levesbe? Szerintem foglalkozzunk a csúnyájával. <laughs> Jaj, erőm, mindig a balássós csúny. Jaj, láttam a csúnyáját, az jut eszembe. Inkább a Teri néni jut róla eszembe. Úgy, 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 Teri Mondok, néni Mondom az uramnak Tibi és a csúnyája. <laughs> hm. Nem tudsz Szerintem... beszélni közben, jó. mert clairvoy a fantasztikus Hellfire szettjét szívom, és nem fogom visszaadni Clairvoy. Szóval akkor <coughs> szerintem kezdjük akkor a négyes ponttal, és akkor ezt oh, fogjuk most megmagyarázni. 2015. október 20-án reggel jelent meg, az Egyes Egészségügyi és Egészségbiztosítású tárgyú törvények módosításáról szóló tervezet, melyhez bődületes 48 órás, hogy mondják ezt, véleményezési időt szabtak. 48 óra. Lehet olvasni, majd belinkeljük a Sónócba a Villanypára Egyesület véleményét. Az EMMI, azaz az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, és ott is egy RDP Zsuzsanna nevezetű hölgynek. Igen, Itt? igen, igen. Zsuzsanna hát egy egy nevezetű gyakorlatilag, Igen. gyakorlatilag, tehát neki semmiféle ráhatása nincs a dolgokra, azon kívül, hogy magához veszi ezeket a, az írományokat. Aztán, hogy ezekkel mi, mi fog történni, ezt hívják egyébként úgy, tehát ez az emmi hivatalos állásfoglalása ebben az ügyben, hogy nem kerestek meg semmit, gyakorlatilag úgy, kell levada, úgy kellett levadászni a, a minisztérium honlapjáról ezt az egész dolgot, és erre mondja azt az emmi, hogy jelenleg társadalmi egyeztetés zajlik. Ö, illetve, jó, ne fűzzünk ennyire előre, de annyit mondanék, hogy a, lesz egy olyan cikk, amiben ez lesz, hogy megkeresték az emmit is, aki azt mondta, hogy amíg a tár társadalmi egyeztetés zajlik, addig konkrét információkat nem kívánnak megosztani. Bazd meg, az már lejárt. Már mikor kihirdetted, akkor késő volt. Na. Ö... Hát és ugye mindezt úgy, hogy az Egyesületnek annak idején ígéretet tettek rá. Ez hogy... így, tehát erről, erről, erről levelünk van, hivatalos, hogy és amennyiben majd egyszer odaérnek, akkor aztán hűha, de nagyon bevonnak minket. Nem érzed én magad is... bevonva Elég. <laughs> 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 Sajtóból értesülsz. Igen. Egyébként, ami ezt a 48 órát illeti, erre azért annyit megjegyeznék, hogy én megnéztem az összes többi ilyen. Uh törvénytervezetet is az oldalon, és majdnem mindegyikre egy nap vagy két napon adva véleményezésre, tehát ez nem egy egyedi dolog, hanem ők úgy gondolják, hogy két nap bőven elég arra, hogy egy teljesen eldugott helyen elhelyezett törvénytervezetet egyáltalán megtaláljál, aztán azt Egy ilyen véleményez... jelentéktelen kis Persze. valami. Azt tegyük szóval. hozzá, hogy én mondtam hülyeséget, mert nem 48 óra, mert 20-án kezdett el pörögni a hír, és 21-e a határidő. Tehát mondjuk azt, hogy másfél nap 36 óra. Ennyi igen, volt felkészülni igen, ebből, igen. ebből, és utána megtalálni, hogy kihez fordulhatsz, és uh -huh. mit csinálhatsz. És mindenki, hát látjátok, mert 10 millió dolgot csináltatok ezzel kapcsolatban mindenki kétségbe esetten leveleket ír, petíciókat fogalmaz, ide küld, oda küld, amoda küld, próbál nyilatkozni, de már az is késő lesz, amire később ki fogunk térni. Szóval ott lesz ez a, vagy ott van ez a vélemény a vaper.hu-n, ezt olvassátok meg. Ez a vélemény arra egyébként, amivel én először az indexen találkoztam, és ha megengeditek, mert tényleg időnk, mint a tenger, akkor ezt szó szerint felolvasnám. Az szerepel ugye az indexen, a cikk címe így kezdődik, hogy automatából nem lehet árulni, a rossz feliratért 100-250 ezer forint a büntetés, mi az? Az e-cigarettát csak ott lehet használni, ahol dohányozni is lehet. Automatából sem az eszköz, sem az utántöltő patronja sem árusítható, a forgalomba hozatalát pedig fél évvel korábban be kell jelenteni. Egyebek között ezeket tartalmazza az az egészségügyi jogszabályokat módosító törvény tervezet, amely hétfőn jelent meg a kormány honlapján. A törvénytervezet október 21 törvénytervezetet október 21-ig lehet véleményezni. A nem dohányzók védelmét továbbá a dohánytermékek fogyasztását, forgalmazását szabályozó törvény módosítása definiálja az elektronikus cigarettát, írja összefoglalójában az MTI. Ez olyan egyszer használatos vagy utántöltő flakonnal és tartályjal, illetve egyszer használatos patronokkal utántölthető elektronikus termék, amely szopókán keresztül nikotin tartalmú pára fogyasztását teszi lehetővé. Az e-cigaretta fogalom körébe tartozik annak bármely alkatrésze. Tehát például a torx csavar is. Meg a kantál. Igen, ezeket már csak mi tettük most hozzá. A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni tilos. A tervezet szerint nem csak dohányterméket, hanem elektronikus cigarettát és utántöltő flakont sem szabad árusítani automatából. A szabályok betartásának felelőseit 100-250 ezer forintra büntethetik. Az egészségvédelmi bírság összegét változatlanul hagyja a tervezet, viszont kiszélesíti annak alkalmazását. Jelenleg a szabályok betartásáért felelős ember akkor bírságolható, ha nem vagy nem megfelelően teljesíti a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettséget, valamint ha elmulasztja a dohányzást érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési kötelezettséget. A tervezet ezt megtolja a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken, helységekben, valamint közterületeken nem vagy nem megfelelő felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával, illetve annak nem szembetűnő módon történő megjelölésével. Az összeg azt már mondtuk, a kitérésztés vonatkozik az intézményekre, szervezetekre, az üzemeltetőkre vagy gazdasági társaságokra is. A bírság rájuk nézve is változatlan 1 milliótól 2,5 millió forintig terjed. Az elektronikus cigaretta forgalomba hozatalát kormányrendelet szabályozza majd. A tervezet erről mindössze annyit mond, hogy az elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok gyártói és importőrei a forgalomba hozatal előtt 6 hónappal bejelentést tesznek az egészségügyi államigazgatási szervnek minden olyan termékről, amelyet forgalomba kívánnak hozni. A bejelentés űrlapon történik, és igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni utána. Amennyiben az elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok gyártói és importálói nem tesznek eleget a bejelentési, adatszolgáltatási vagy tájékoztatási kötelezettségüknek, vagy az elektronikus cigarettát és utántöltő flakon a törvény rendelkezései megsértésével hozzák forgalomba, az egészségügyi államigazgatási szerv legfeljebb 50 millió forint értékű bírságot szabhat ki Végül kimondja a tervezet, a 2016. november 20-a előtt gyártott elektronikus cigaretták, valamint utántöltő flakonok 2017. május 20-áig forgalomba hozhatók. 2016. május 19-én már forgalomban levő elektronikus cigaretta esetében az említett bejelentést az év december 20-áig kell megtenni. A hivatalosan a fiatal korúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló trafik törvény pedig kiegészül azzal, hogy a dohányboltokban elektronikus cigarettát, utántöltő flakont és dohányzást imitáló elektronikus eszközt is lehet árusítani. <kül> Ennyi lett volna a cikk. Hmm. Uh, uh, uh. Kettő dolog, kettő dolgot kell észrevenni igazán. Az egyik, az egy visszautalnék az előzőre, bocsánat, mert hogy a két napon, amíg lovagoltunk, hogy emlékeztek, amikor az FDL meghirdette, hogy elkezdi tervezni a szabályozását az elektromos cigarettának, és összehozták az első szabályozás tervezetet, és 180 nap társadalmi egyeztetést hagytak rá. Tehát ezt, ezt még így hozzá kellett fűznöm. Bocsánat, erre szabadat ne feled, ráfűznék én is, hogy emlékszel, mikor csak egy plenáris ülés van a parlamentben, valaki felszólal, majd arra valaki két percben reagál, arra a két perc reagálásra valaki, aki beszélt mondjuk, ö, válaszolhat, és azt, aki ö, reagált neki először, azt vagy elfogadja, vagy nem. Tehát benne van oda-vissza, oda-vissza. Az már de valami egyeztetésszerű. Na de ez itt? Hát ez semmi, semmi. Hát, de, mert azt mondják majd évek távlatából, hogy de hát hiszen még ki is írtuk, volt még egyeztetésre is idejük, és nem tették meg. Hát, de megtettük, megtettük csak ez nem egyeztetés. Érted? Itt véleményezheted, amit vagy elfogadnak, vagy nem. Tudod, de hát ez piros. Nem, fekete. Szavasz. Köszönjük! Köszönjük az észrevételt! Válaszolnak 21-én, 23.59-kor, hogy már pedig az nem piros-fekete. És kész, egy perc múlva már, már az ő olvasatuk van érvényben. A másik, hogy fontos szerintem, hogy mielőtt ezt alap, alaposan kiveséznénk, válaszuk le erről a dohány direktívás dolgokat, mert ugye a sajtónak ez most egy baromi nagy újdonság, és veszik igen, ide igen. bele ezt a fél év moratóriumot piacra kerülés előtt, stb. stb. Ezekről évek óta tudunk, hogy ez lesz, ez a dohánydirektívával jön. Ami nagyon gáz ezekben a dolgokban, az a magyar, és most idézőjeleket mutogatok a levegőbe, hozzáadott érték a szabályozáshoz, úgyhogy ne is foglalkozzunk szerintem a, a, az EU-s TPD által jött dolgokkal, foglalkozzunk a, a nagyon ultra durva magyar aljasággal. Na, akkor, akkor csak, hogy itt a, a határidőket világosan lássuk. Ugye ennek a, az egésznek volt egy, egy menet terve amihez képest ők már azért szerintem megcsúsztak. 2015. október 15-let volna az előzetes egyeztetés, ugyanaznap a, a, a honlapon való közzététel, ugyanaznap a közigazgatási egyeztetésre kiküldeni az anyagot, 22-én az egyeztetés lezárása, az még szerintem jó lesz, 29-én kerül államtitkárja értekezletre, november 4-én kormányülés, és november 10 az országgyűléshez történő benyújtás benyújtásnapja. Tehát et, aki ezt nem látja, hogy ez egy előre eltervezett gőzhenger, ami elé odafekhet, odaállhat, azt csinálta, amit akar, ez, ez végig fog menni. Jól látom? Ha Jól. ez a menetrend. Elég jó tűnik. Szóval hihetetlen uh, uh, gyorsan, sunyin uh, eldugva uh, hát, de egyébként meg hát ugyanezt megcsinálták valamelyik uh, uh, orvosi témakörben is azt hiszem kettő napot kaptak arra az orvosok, hogy összehívják a kamarát és véleményezzenek, tehát két nap alatt nem lehet összehívni őket. Na mindegy. Azért vannak benne csemegék egyébként, hogyha szemezgethetek. Rögtön a, az első pont, ami nekem nagyon tetszett, már csak a megfogalmazás miatt is, ez a szopóka. Ez mindannyiunknak nagyon tetszett. És hogy és hogy azt mondja, hogy kontextusban valaki ezért prémiumot fog kapni. Az biztos. Kontextusban is helyezzük, azt mondja, hogy szopókán keresztül nikotintartalmú pára fogyasztását teszi lehetővé. De az enyém az lehetővé teszi, hogy nem csak nikotin tartalmú párát ö, fogyasszak szopókán keresztül, akkor azzal mi a helyzet? De az, ott az, az ott már rendelkezett a nem csak nikotin tartalmú párafogyatát. Mert az, nem, az már a dohányzás imitáló az, meg imitáló eszköz van. Na ezért igen. mondom, tehát igen. ez lett volna az, ahol, ahol, még bőven ráérünk pontosítani. Aztán, igen? De a Facebookon kérdezte valaki, hogy is, ha kihúzom a drip tipemet, és a szopóka nélkül használom a készülékemet, akkor az onnantól már krumpli? vagy... Vagy mi van, hogyha én, én elkezdek mostantól csinálni cnc tergált 5-10 zseblámpa adaptert? Hm? És akkor van egy dupla aksis zseblámpám. Szerintem. Aminek olyan hülye formája van, meg képzeljétek, lehet állítani rajta, hogy milyen erősen világítson a lámpa. <hállt> <hállt> szóval ez volt nekem a fura, illetve hát ami, ami vérlázító, hogyha te most majd állsz a buszmegállóban, megállóban, akkor ugyanúgy megvágnak mondjuk 100 ezer forintra, mert, mert a, a 4 villamos megállójában mondjuk eregeted a gőzt. Szerintem ez a kevésbé problémás része, legalábbis Nem, nem. Jó Istenem, nem. Egy pillanat. Csak az a helyzet, most. hogy az, hogy a busz megállóban nem gyújthatsz rá, az szerintem azért jobban túlélhető, mint az, hogy például a munkahelyeden nem használhatod a kis Ó, ez már rég túl vagyok kis csillag, ha nevezhetlek kis csillagnak. Ugyanis engem egy a munkahelyem men belülről, a biztos nem hallottad, pedig hát azért ez egy, -egy fajsúlyos dolog volt, hogy engem kiutáltak onnan, mert hogy képzett büdös. Az hát tudom. Az én málnám, rohadt Az, az meg. nagyon büdös, ismerem közelről, nagyon büdös. És, és utána, amikor a lépcső, ház előtt, ahol kávéautomata van, ott megjegyezték a kollégák, hogy zavarja őket. Hát mondom, mióta? Régóta csak nem mertek szólni, mert ott félnek tőlem. Utána egyedül a szervizlépcsőházban szívom, és majd még onnan is föl fognak engem zavarni a cigarettázók közé, ahol gyakorlatilag engem belezavarnak a passzív dohányzásba. Így van. És pontosan ez a durva része. Ez a, így van, tehát a Krisztiánnal a, a uh, ma tartottunk egy mítinget, uh, jogászokkal vizsgáltatjuk a probléma gyökerét. Következő. Uh, először is azt kéne bizonyítanunk, amit egyébként mi tudunk, csak ők nem tudnak, hogy a vépelés az nem dohányzás. Hát ezzel nem Érte? sok bizonyítani való van. De, 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 mert most ebben az esetben a vépelést és a dohányzást egy kalap alá veszi ez a törvény. Várjál, várjál, ezt tudod? Ez milyen igen. Lesz? Bocsánat, hogy közbeszóltam, ez pont olyan, hogy, hogy mikor elmész jogosítványt tenni, akkor azt mondják neked, hogy te is gépjárművezető leszel, a kerékpáros is gépjárművezető a teherautósofőr is gépjárművezető, és ők most, ez a, mi, mi vagyunk a nagy gépjárművezetők alap, a, ők a nikotinfogyasztást egy ilyen halmazzá képezik, és azt mondják, hogy... De amiben nincs, de nem. nem fogyasztasz nik, nik, nikotin. Jó, csak meg, mondom. Meg ahol van nikotin, ott is a törvény egy másik része, amin semmit nem módosítottak, az azt mondja, hogy a dohányzás az a dohánytermék elégetése, és annak füstjének belélegzése, mi ebből semmit nem csinálunk, tehát... Ezért, ezért szar egyébként ez, hogy nálunk megtapadt az e-cigi, mint. Jó, hát mindenhol ez van, tehát mindenhol de máshol. Mindenhol ez is, ez van, Charlie, tehát de ezt nem, nem, nem tudt ki igen, a... igen, igen, igen. És még mindig a mai napig, ugye én is azt mondom, hogy megyek ki cigizni. Rohadjatok, Na. meg, nem cigizni megyek ki. Vissz, visszatérve az eredeti gondolatmenetre, tehát ha el, is, ha el tudja ismertetni bármilyen bírósággal azt egy per közösség, hogy a vépelés nem dohányzás, Onnantól kezdve nem kényszeríthet ki engem, mint vépelőt a dohányosok közé. Pontosan a nem dohányzók védelmében szóló törvény alapján. Érted? Jó, de Mert akkor azt nem fogja mondani, dohányzom. akkor tudod mit mond, akkor majd fölállít neked, az ajtótól 5 méterre lehet majd dohányozni, és 5 és 10 méterre senki nem lehet, az lesz a, a dead zone, és majd te 10-15 méterig szívhatod az elcigidet. Na, ilyenekre tudok gondolni. Nem, 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 nem kell ilyenekre gondolni. Tehát ebben igaza van fifikának, hogyha a, a jogi státusát, mint az elektromos cigaretta használatot, mint tevékenységet meg lehet állapítani, egyértelműen nem dohányzás, és ezt kimondják. És a nem dohányzásból beletartozik az, hogy megvizsgálják, hogy van-e neki passzív hatása, van-e neki egészségkárosító hatása a környezetére, stb. stb. stb és kimondják, hogy ez nincs. És mi ezt tudjuk, hogy ez így van, de hogyha ezt így, egy határozatban megállapítja egy e, e, jogerős szervezet, azt most lehet, hogy hülyén mondtam ezt a kifejezést, na mindegy, e, akkor azonnantól kezdve használható hivatalosan is nem. A, a lényege, amit Fifika mond, hogy mondják ki, hogy mi nem dohányosok vagyunk, tehát nem kényszeríthetnek minket a dohányosok környez, kör, környékére, és mivel nincsenek is semmiféle környezetre gyakorolt egészségkárosító hatása, ezért Egyáltalán e, semmi keresni valója bármiféle korlátozásnak a környékén. Jó, akkor viszont első lépésként onnan kéne tovább lépnünk. <coughs> Amit kimondtak a, a bíróságban jogerős határozattal, hogy már pedig az ellikvid az nem gyógyszer, a nikotintartalmú elikvid sem gyógyszer, ezért az patikában nem. E, és akkor ezek után lehetne ráfűzni arra, hogy ha. Ez nem gyógyszer és még mondjuk hozzáteszük, hogy és még nikotint sem tartalmaz, akkor aztán tehát ez, ez, ez olyan, mint a nem is tudok ilyen példát nektek mondani, hogy, hogy, hogy valami azért, akkor az meg a a füstgép, ami a szórakozó helyen van, az egy kurva nagy egyetzi, mert abból is füst jön. Hát... De, nincs, de nincs rajta szopoka. Megoldottuk. Meg. Megoldottuk asztali füstgépek, tudod, és csak így Ugye. rád irányítja a cuccos és te meg Vagy mobil szívod Be. Mobil szórakoztató ipari füstgép. <gül> Legal <laughs> magam szórakoztatásra, csak hogy hangulatba kerüljek. <laughs> Csápolok. Phil <Igen. gül> Buszardo, Legal Vape 4000. Pontosan. <laughs> Mi van benne? Hát semmi, csak egy kis csillipaprika, ez ilyen könyvfakasztógép. Ja, okosat akartam mondani, csak aztán itt elkuncogtuk a dolgot. Én ezt körüljárnám ezt a kérdést, mert ez nekem, nekem ez a kedvencem, az egyik kedvencem az egészből. Sok kedvencem van benne, de ez az egyik kedvencem. Tehát nézzük át, hogy mi történik. Okos emberek, és itt megint hatalmas idézőjeleket lengetek a levegőbe, okos emberek kitalálják, hogy meg fogják védeni az emberek egészségét az elektromos cigarettától. Hogy miért, azt senkinek kérdezze, ők ezt kitalálják. Én, mint négy éve nem dohányzó ember, kerülöm a cigaretta füstöt, egészségesebben élek, nem dohányzom egyáltalán. Úgy gondolják, hogy az egészség védelmében az a legmegfelelőbb, hogyha engem oda száműznek egy marék dohányos mellé, és újra azt a dohányfüstöt kell szívnom, amit négy éve száműztem az életemből. És azért te miért nem vagy hálás? De várjál, megismétlem ezt egészségvédelem címszóval. Hát ezt mondom, hogy legyél hálás, hogy így védik a te egészségedet. Mennyire Én... kedves már tőlük. Egyrészt köszönöm, hát mint ti is, én is négy évvel ezelőtt önállóan megoldottam a saját privát egészségvédelmemet. Ilyen idióták segítségére már köszönöm, nincsen szüksége, mert többet árt, mint használ. Mert úgy gondolkodsz, hogy önálló felnőtt saját individumként, emberként, felnőtt emberként, aki ö, mindenféle döntésekre képes saját maga és az egészsége érdekében? Igen, igen, igen. Hát, erre gondoltam, beszarok. határozottan erre beszarok. gondoltam. Erre szokták azt mondani, az a bárcsak ne segítettél volna. Ez, ez, ez kicsit olyan kicsit olyan nekem, hogy a cigis dobozt majd anonimizáljuk, hogy tudod, ez az egységes doboz, és ettől sokkal egészségesebb lesz, sőt, nem akarsz majd jampiskodni a haverok előtt, hogy te csak, nem akarok senkit megsérteni, aki dohányzik, te csak kék bondot szívsz, én meg 1500 forintos rotmenzt, vagy faszom tudja, milyen izzat kubai nők csöcsei között ö, hengerelt szivarkát. Szóval ezek után jön még az is, hogy már pedig neked az lesz a jó, amit kitalálnak azok az emberek, akiknek lövésük nincs bazd meg, hogy ö, mi ez. Tudod, hogy milyen röhely egyébként, hogy ezt az egyen dobozos történetet már minden cigarettás múlti, megkutatta, letette az asztalra a bizonyítékot, hogy attól nem lesz kevesebb a dohányfogyasztó, hogy egységes csomagolást adnak a, a, a dohánytermékeknek. Et, ennek ellenére valakinek ez kurvára tetszik ez az ötlet. Hát gondolom, mert attól mennyivel lett kevesebb a dohányos, hogy rátettük először az üzenetet, utána rá akarjuk tenni a rothadó tüdőket, meg van, ahol ugye bárja, rá is bárja, Hát arra, emlékszel, arra, arra, arra emlékszel arra, a, nem tudom, hogy ez vicc vagy urbán legend, hogy az a szőkenő, aki bement a, a trafikba, és azt mikor kért egy doboz cigit, akkor visszaadta, hogy neki. Másik ez, neki, kérem. neki ez nem kell, mert hogy ez tüdőrákot okoz, adjon egy másikat. A, am adjon olyat a spermától, mert az neki nem gond. Na, na, Igen. All right. Igen. erről beszélünk. És ami nekem a legvisszataszítóbb az egészben, és most érkeztünk el az utolsó pontjához ennek a cikknek. Úgy kezdődik a bekezdés, hogy a trafikokban lehet venni. Tehát nem lehet. De Csak ott lehet. Ö, nem ö, lehet igen, sehol, de pontosan... ott lehet, meg ezt úgy lehet, hogy hát a konceszió lezárult, tehát azt sem tudod már tenni, hogy jó, esetleg Karakó-Szörcsög alsó harmadik ö, vonat megállójában, ahol egyébként nem ö, pályázott senki, ott esetleg pályázhatsz, hogy nyitnál trafikot most, mint mondjuk kereskedő, hogyha gondolkozó, hogy hova tovább, én, mint kereskedő, de most már nem tudsz sem erre lépni. Szépen. Tehát vagy így szögre akasztod a kulcsot, vagy szögre akasztod a kulcsot, mert majd jönnek a... Nincs más, nincs más lehetőséget, Charlie. Tehát de amikor... Hogy nem jelentkezhetsz eladónak egy már meglevő dohányboltba, és árulhatod a dohányt, ami ellen dolgozol Isten tudja hány éve. De gondolj bele, hogy, hogy ez az egyetfejlődési fokán úgy tudnám elképzelni, hogy vannak azok az expertek, mint mondjuk mi. Mi? Nem, ez nagy képviség volt. Vannak azok, akik direkt olyan shopokban dolgoznak, mondjuk, mint ti, akik, akik számosságát tekintve rohadt sok készüléket ismernek, és nem M plusz egy éve kezdték, ahol N az kisebb, mint egy. Ö, aztán vannak azok az eladók, akik a Tesco-ban, meg mindenhol ezeket a mobil ö, tologathatós kis kocsikon vannak, és ö, megtölti neked a, a helix amit egyébként már Kínából sem nagyon lehet beszerezni, de ők még valahonnan beragadt készletet beszereztek, megtölti, rácsavarja az aksit, és puffaszádba nyomja, hogy már szívhatod, aztán nem tudod, hogy miért olyan szar az ízem, én is gőze, persze, mert száraz az, a, az üvegszál, és akkor lesznek a legalsó fokának a felkészültségi láncnak, hogy így fogalmazok, azok az eladók, akik egy trafikos boltban ö, mondjuk tíz percenként vagy fél óránként kijárnak cigarettázni, és tőlük akarsz majd te tanácsot kérni, hogy figyelj már, ö, ö, IMR, INR, ICR, melyik aksit javasolnád? Vag, hát, ö, vagy... vagy, ezt... Igen? Hogy ezt a lilát, ezt javasolom, mert ez fogy legjobban. I igen, 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 igen. És e ez mondjuk... Ö, Mondjuk, hogyha ilyen 08-ra vagy 05-re, meddig tudok lemenni vele? Ö... Szóval, ilyen. És akkor még mindig nem tudom, hogy oké, okay, lehet a trafikokban venni. Én már vizionálom, hogy miket lehet a trafikokban venni amit majd a Philip Morris meg az anyám kinya térte kalácsa, pontosan az eldobhatót, az egyszer a nem tölthetőt, mert hiszen nézzünk végig, hogy mondjuk csak Magyarországon, mert most többségben vagyunk itt Magyarországról, ö, hány olyan készülék van, csak egy webshopban, ami igaz, hogy Kínából jön, de csak egy webshopban. Felsorolnék neked mondjuk 30 mód készüléket. a, a úgy mondom, hogy a profibak közül, hogy amiket már nem a kezdők használnak. És ahhoz még választhatsz mondjuk 30 féle kazánból. És választhatsz még ö, csak húzalból még, vagy 10 fajtát. És akkor ezt ő mind raktárkészleten fogja tartani? Persze, hogy vagy... Nem. Na. Hát meg, ott, ott bukik meg, mondjad. Meg ha raktárkészleten tartja, akkor sincs róla fogalma, hogy micsoda, és jön azzal, hogy ezzel föltekerheted a nikotinerősséget, Ilyeneket hallunk itt nap. Ó, nap, zseniál, nap. igen. Hát és pont itt van ennek az egyik nagyon fontos lényege. Egyrészt az, hogy a trafikok, a dohányboltok, azok az úgynevezett gyorsan fogyó, nem, gyorsan Úgy forgó fogyasztási eszközökre, FMCG termékekre vannak szakosodva, egy doboz üdítő, egy doboz energiaital, egy doboz cigi, tehát így Szinte napi szinten mész és veszed a következőt. Ezzel szemben egy értelmes elektromos cigaretta nem eldobható, ami azért tényleg már a 15.000 forintos kategória fölött van, és a még akár attól följebb is tudjuk, hogy milyenek ezek az eszközök, és milyen árban vannak a jó eszközök. Ezek tartós fogyasztási cikkek. Itt van előttem a kis kuzim a Pelszóval, egy éve vettem, több mint egy éve, az elődjét is egy évig használtam. Ezek nem. Gyorsan forgó eszközök. Ebben neki, ebben neki nem lesz deal, az az egyik? Abszolút nem, nem fog ilyeneket a tartani, másik... mert hol? Tehát tényleg, amit te is Meg mondasz, a... menj be egy szaküzletbe, ott van neki legalább 8-10-15-50-60 ezer forint közötti értékű nagyon durva készüléke, 20-40 közötti készülék ott van, mondjuk 60, és ott vannak még a futottak, még 15-20 ezer forint közötti kis kezdőszettek, amik messze menően durvábbak és tartósabbak és tovább tartanak, mint egy eldobható kis pilinszka szar. És ezt nem fogják. egész egyszerűen nem lesz. És most sem a sem a szakértelem nem lesz meg hozzá, hogy ezt hitelesen árulni tudja, sem pedig az árukészlet. Nem érdeke egész egyszerűen. De meg nem is az árukészlet. Most képzeld el, hogy ne is durvuljunk, hogy eredeti Kyfum vagy a tököm. Veszel egy klónt, mondjuk vegyél 6000 forintért kiskeráron. Ott lesz a polcon a ilyen cigi, olyan cigi, mondjuk 1000 forintért, majd mellette egy sorral arrébb egy kazán, amit nem tudja, hogy hogy működik, hogy hogy kell használni, mihez lehet használni, mondjuk lesz 6000 ér, és akkor így bemegy az, aki talán-talán elgondolkozik rajta, hogy le kéne szokni a cigiről, és így nézi, tudná segíteni, hogy hát, igazából én nem használtam még ezt, de azt mondják, hogy ez jó. Az évezred, az évezred szlogene, reklám szlogene. Leszokna a dohányzásról, már mindent kipróbált, és semmi nem segített. Fárodjon be legközelebbi dohányboltunkba! És, és, azt se felejtsük el, hogy mondjuk, ha csak mindenből tizet tart, akkor egy készüléknél az mondjuk ö, ö, legyen 5000 forint, de mondjuk számoljunk bekerárat, 3000 forint legyen egy készülék, abból 10, az 30 ezer, mondjuk legyen 10 kész, készülék, az már 3 kiló, és ez ez mind tartós, tehát nem az eldobós kategória, tehát neki állna mondjuk, és csak két készülékről, vagy tíz készülékről beszéltünk, állott fél millió forintja, és tudjuk, hogy mennyire pörög a piac, lehet, hogy hogy az, ami most megy, az két hét múlva rohadtul uncsi lesz. És aztán mi lesz azzal? Vagy vagy szóval... jó ja, és mi van azzal az embere? Figyelj már, figyelj már, Béla, itt vettem nálad, még a számlám is megvan égett íze van. Nem villog az aksia. Vagy vagy hogy van ez, hogy nem tudom, nem izzít. Most nem tudom, így. Megvakarja a fejét. Nem tudom, kicserél. Vegyél inkább egy dobozófét. Ja. Tudod mit, adj egy paklicigit, faszom, hát nem fogok én ezzel szórakozni. Plusz azt se felejtsük el, hogy ezek ilyen lefóliázott lófüleboltok, ahova 22 ezer forintot tárolnak, mint bevételt, és azért megölik az ott lévő alkalmazottat, meg hetente betörnek egy ilyen üzletbe, illetve nem betörnek, hanem uh, végrehajtanak ott egy rablást, igen. Mert ugye vonzó célpont, mert nem látszik kívülről, hogy mi történik. Onnantól kezdve, hogy egy ilyen üzletben milliós értékű áru is uh, ott van, meg annak abból származó bevétel, még vonzó célpont, tehát nem igazán érdeke, hogy ő ott drága dolgokat tartson. Hát ez a tipikus agyfasz. Az. Tehát, de tényleg ez a, ez, most eszembe ez a lefóliázás, hát ez a leggeniális. És akkor hogy fognak menni majd a rablók? Hogy választják ki? Nem ám Google Maps, mert mindegyik le van fóliázva, hanem figyelj már, Géza, azt hallottam, hogy van náluk eredeti iPhone. Sok. Csordába lerédelik, ne azt akartam mondani. Tehát ez, ja, bocsánat, ez ennél nagyobb... Megjött, megjöttek már az új kájfunok? Meg! Akkor rablás! Hú, de tehát, tiszta de... hülyék ezek az e e cigibolt rablók egyébként. Bemennek, rabolnak, elszaladnak, hát pont az, ott a te üveg, senki nem látja, hogy mi van benn, lelövi az alkalmazottat, eldugja a hulláját, és beáll a pult mögé, és van egy jó menő trafikja. Hát de nem, de 19. <síns> jó Istenem. Na de hogy komoly dolgokról is beszéljünk, igen, egyrészt ez, hogy aki ezt a törvénytervezetet megalkotta, és itt egy kicsit elkanyarodnék arra, amit mindig szeretek megemlíteni, hogy ezek azok az emberek, akiket ha megkérdezel, azt mondja, hogy nem tud eleget az elektromos cigarettáról. Ezek az emberek határozzák meg, hogy mi lesz a jövője ennek az életmentő terméknek. És, és kitalálják, belezavarodtam a gondolataimba, úristen, ez holnap reggel nem játszhatom el, edzenem kell, basszus. Mit akartam mondani? Mondjatok valamit, kitalálom, mit akartam a, mondani. Én mondom, mert, mert szóval nekem, ami, ami ebben az egészbe még iszonyatosan tragikus, hogy azt mindenki tudja, hogy aki le akar szokni, az, az pontosan kerüli a, a dohányos környezetet, de ha te le akarsz szokni az elcigére, vagy át akarsz szokni az elcigére, nem fogsz tudni basszus, mert kimész a dohányzóba, mindenki elkezd pocskondi, az, mi a szar az gyújtsál rá egy cigire, e, tehát, ezt tök olyan érted, mint öt év tiszta üzé, kábítószeres múlt után, öt, öt, évig tiszta vagy, aztán meg azt mondják, hogy jó, ja, az te izé, rágógumizni akarsz, akkor mennyi létszős oda a dzsangások kezé, ezt ott rágógumizzál, meg. Hát a folyamatos kísértésnek van kitéve szerencsétlen, mert mi már azért ennek a veszélynek annyira nem vagyunk kitéve, szerintem már régesrég túl vagyunk azon a kritikus ponton, hogy ennyivel visszaessünk, de aki most akar átszokni, és egyfolytában hát, oda hih hihet, hihetetlen. Ez, ez nem, lesz, ez nem hát... lesz opció. Aminek viszont én nagyon örülök személy szerint, nem ennek, hanem ahogy a hírt földolgozták egyes portálok, tovább ugranék a gondolat Meg, meg van, utukban, mit akartam mondani egyébként. Akkor mondjad először azt, mert el fogod felejteni. Az, hogy ezek az emberek, akik nem tudják, hogy mi az az elektromos cigaretta, és szemlátomás azzal sincsenek tisztában, hogy egy elektromos cigaretta szaküzlet nem egy egy, egy büfé, egy, nem egy szatós bolt, ahol beállítasz egy eladót, és onnantól kezdve, ja, 400 forint lesz, szavasz, viszlát, hanem bemegy, elbeszélget veled, megkérdezi, mennyit szívsz, miért szívsz, milyenek az igényeid, levegősen, nem levegősen, tehát pontosan tisztában vagytok vele, hogy egy kezdőnek mennyire kell fogni a kezét, és mennyire harapófogóval kell belőle kiúzni, mindenféle információt, hogy eltalálják, hogy melyik lesz az az eszköz a kínálatból, mert ott van kínálat, ami a legmegfelelőbb lesz való valószínűleg szerencsétlennek, aki az egészsége védelmében szeretne áttérni Mújó, erre. Mujo, fejezd be, én jó. neked, mint fejlesztő, már megtaláltam a piaci rést. Figyelj! Na. Tisztelt Emmi, Pivko Krisztián vagyok, elkötelezett Véper. Készítettem egy programot. Olyan trafikoknak szánom, ahol egy webes felületen egy egyszerű kérdőívet meg tudnának jeleníteni, és a hozzá nem értő dolgozók a kérdéseken végigmenve a mintegy 30 kérdésre adott helyes és korrekt válasz alapján le tudnák szűkíteni az igényelt készülékek körét 3 háromra A kérdések a következők lennének. Ön milyen gyakran cigarettázik? Sodrott, avagy előre elkészített cigarettát használ-e, naponta hány szállat, és a többi, és a többi. Ez a program tarolna. Oda nyomná a nem értő kereskedőnek a számítógépére, elindítja, mit szívsz, mennyit szívsz, hol szívsz, mikor szívsz, első cigi hiányzik -e? és a többi, és a többi, és a többi. Végig kattintja, kiad neki három készüléktípust, odafordítja, ebből válasz. Ha, ha lenne háromféle készülék típusú. a egyébként... program árat 10 millió forintnál kezdődik. Na de várja, nem, nem. Plusz, nem. plusz havi karbantartási díjat számolunk fel stb. stb. Hát plusz az, hogy én szeretném megnyerni a tendert. <laughs> ö, Annyira mennék. jó, hogy ezt kitaláltátok, srácok, igazániból évek óta ezen szenvedek, és évek óta ezen dolgozom, hogy valahogy hasznot húzhassak az elektromos cigaretta a közösség, világ, ipar kicsinálásából. De figyelj már! Ez, Most ez, a foglalkozás. Mújó, Nem csinálsz ennek egy, egy endet ezt, ezt, olyan rohadt jó lenne betenni mondjuk a, a... A weboldalamra mondjuk, de tök jó a lenne egy ilyen... A sok amit nem sokára bezárhatsz? Kiköltöztetem, több országban vannak szervereim, kiköltöztetem oda, ahol lehet, illegalitásba vonulunk. Ez lesz a tilos web, tilos rádió után szabadon. De azt azért így levágtátok, hogy ezután egy jelcigi találkozó úgy fog kinézni, mint a tanúba a disznóvágás. Ö, nem láttam a tanúban, vagy nem emlékszem rá, de én csak arra gondoltam, és mondjad, hogy ez hogy volt igazából, hogy, hogy lemegyünk a fanyűvőbe, lent kajálunk, majd kimegyünk az ajtó elé közösségi életet élni. De nem probléma, mert eleve nem mentek sehova, mert nem tudjátok megszervezni az ecigi találkozót, mert semmiféle online felületen nem beszélgethettek egy mert az már a népszerűsítésének számít. Nem láttad a gyaloggalopot. De hát a tanúban a disznóvágás úgy, hogy a pincébe vágták a disznót, és fönt a gyerekek meg ö, ilyen kommunista énekeket énekeltek, hogy ne hallja senki, amikor visít a disznó. Azt, Tehát azt mi, vál... mi gőzőni, csak ködbe fogunk. Mi, milyen gőz? Köd van. Hogy jön? Egy a kis... jeges medve az északi sarkon, igen. Vidám szí... azt, azt vágjátok? Ez borsított eszembe, hogy Annyira konzekvens, logikus és jól összeszedett ez az egész törvénytervezet, hogy ugye a nem dohányzók védelméről szóló korlátozások miatt a trafikokban nem lehet dohányozni. És bemegy a vásárló, és jó napot kívánok, egy elektromos cigarettát szeretnék, nem tudom milyen legyen, hát ezek is, ezek is, ezek vannak, és ez hogy működik, meg tudnám mutatni, kipróbálhatjuk. Hey, igen, 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 ezen agyaltam én is, és akkor... Várj, bezárom Persze, a kasszát, kimegyünk ki. 25 méter. Igen, 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 és mi lesz? Kipróbáltam? Hú, ez jó, és szalad. Igen. Annak az elikvidnek milyen íze van? Hát elmondom, hogy milyen. Kóstolni nem kóstolhatja meg. És mutatnék róla videót, de az reklámnak Nem, Nézd, meg van róla egy fotó másnak mennyire ízlet. És ha kimennek Már kóstolni, ez ott nem meg lehet, van egy de ah, a Liquidről likvidről jut eszembe kis színes a feleségem hazahozott, mert múltkor az irodában csináltuk a videót a Boriszékkal, hogy ennek hogy fog örülni, és elém rak egy, egy witchcraft üveget. Mondom, ez hogy került hozzád? Hát, hogy, van neki egy kis ö, négy és fél éves tanítványa is, hogy ö, Nóri néni, Nóri néni, van egy, ö, mit is mondott? Van egy orcseppentő az ágy alatt. Milyen orcse? Nincs ott, gyere ide, Dávid. De van, de van. Adjál nekem egy fakan alatt, ott van, én azt kiveszem. És az ágy alatt bekurult egy witchcraft meg és a gyerek kipiszkált, és tessék, Nóri néni, itt az itt a orcseppentő. Nézi, Nóri, hát ez épp nem orcseppentő, 3 mg per milliliterrel, de de köszönöm szépen. Úgyhogy meglett a boszorkány lehellete. Na, de hogy tovább menjünk a hírben, mert van rengeteg, és, és, és mind erre mindenre fűz rá. A híradó.hu-n megjelent szintén er két darab írás, és az egyik rögtön a fejlécben h 1 azt mondja, hogy a forgalmazók is használók továbbra is kitartanak a mellett, hogy a szabályozás hiányos, pipa, egyetlen jogszabály sem nevesíti az utántöltőt, pipa, hatásait vizsgálva pedig hazánkban nem készült egyetlen, független, hivatalos felmérés sem. Pipa. 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 Cica, cica. Na, és ezt azért mondom, mert hogy uh, itt az emminek az állásfoglalása, vagy, vagy törvény tervezetében is az van, hogy, hogy uh, több vélemény szerint is milyen több vélemény, baszd meg, ez ilyen üvegtígris Hát jött egy vándor, begyűjt az esőről az emmibe, és mesélt nekünk a tűz mellett, hogy ő mit hallott távoli országokban erről a dologról. <laughs> Mi megtörvénykezünk. Plus, Plusz megkérdeztük a Volkswagen. Ajaj, uh, ajaj. A WHO-t, a a a -ja, és mondta, hogy nincs is rajta fűszűrő. E, egyébként erről beszélhetnél Fifika, mert nem tudom, hogy ez-e, vagy a másik cikk, de öt, nyil ti nyilatkoztatok konkrétan, tehát Krisztián is, meg te is. Én a H24-nek nyilatkoztam. Én meg a Híradónak. Krisztián meg a Híradónak. Szőnyek olyan bombázunk. Cikkünk, olyan cikkünk nincs, ahol közösen nyilatkoztunk, de a H24 is ilyen 1, 24 óra alatt rakta össze a, a cikkét, rajtunk kívül még a, a platform vezető Dr. Zenta Istvánt nyilatkoztatták, és uh, szerintem nagyon jól össze van rakva benne mindaz az az ordas uh, uh, hátsó szándék, de még csak, szerintem nincs hátsó szándék, gyerekek, de az akkora marhaság úgy, ahogy van, hogy hogy ezt ezt nem hátsó szándék nélkül, egyszerűen ennyi a tudták összerakni. Tehát én sem, sem üzletpolitikai érdeket nem látok mögötte, sem egészségpolitikát, üzlet, semmit. Várjál, én látok üzletpolitikai modellt mögötte, mert ugyanis, hogy történt az egész trafik. Emmel kezdődik és útjira végződik Ike... a politika? Oh, annyira köszönöm, hogy kimondtad helyettem, hogy... Csináljunk úgy, hogy figyelj már, hogy, hogy csak mi legyünk benne, azért jó kell, hogy járjunk valahogy, és legyen mindenkinek maximálva 5 trafikra. Oké, okay, zsír, szakatra keressük magunkat, de nem lehet olyan helyen, hogy. Aztán rájöttek, hogy hát a Tesco oldalába kívülről is lehet. Oj, tudod mit, utólag írjuk bele, hogy ott se lehessen. De lehet a benzinkúton is. Tudod mit? Ott se lehessen kapni 024-be. Ha dohányos lennék, én fölgyújtottam volna már őket. Aztán jött a felismerés, hogy figyelj már, Béla, mennyi volt neked a múlt havi nettó hasznod? Hát ez kurva kevés, nekem is. Mi a faszom legyen most? Figyelj, szerintem hozzuk még be az üdítőket, meg az újságokat. Oké, hozzuk be. Fasz meg. Egy hónap múlva. várja, egy hónap múlva. Béla, valami nem jó, nem jönnek a számok, így se. Mit csináljuk? Figyelj már, múltkor láttam a trafik előtt elsétált két valamilyen ilyen rohadt nagy fénykard, vagy lézerkard volt náluk, kurva nagy gőze volt. Mi lenne, hogyha ezt is behoznánk? Nem lehet ez olyan drága bazd meg. Eladnánk dupla áron azt, azt ezen akkor már van lóvé. Hm, nem tudom, figyelj már, van valami ismerősöd ott? À, ja, meg tudnánk esetleg egyeztetni. Az emmibe vannak, ott, ott két nap alatt átmennek ezek a, ezek a tervezetek simán. Na, akkor legyen így! kis, hogy szokták ezt mondani? Hangjátékunkat hallották. Tehát én így gondolnám ezt az egészet, hogy... Megadtad ezt a módját, hogy ez Ezt még csak így se gondolom, mert, mert a trafikokban ennek az... tehát Meggyilkolják magát az eszközt. Azért, és, és most előre bocsánatot kérek minden kereskedőtől, de azért azt lássuk be, hogy az utóbbi öt évben ezt a piacot a közösség építette föl. A azok az emberek, akik videóztak, akik propagáltak, akik áttérítették a többieket. Tehát ez nem attól lett ez a piac, hogy itt bejött valami múlt, és valami óriási lóvét nyomott a reklámba, és, és nem tudom én mi, hanem, hanem maga a közösség kezdte, figyelj, jó, használt, próbált ki, hú, tényleg, és ment szájról szájra, ez gyakorlatilag majdnem ilyen direct marketing, Módon működött, amire egyébként meg tök halál kényelmesen ráültek a kereskedők. Meglovagolták ezt a hullámot, mi meg kurvára örültünk, hogy na egyre több helyen hozzá lehet férni az adott cucchoz. De hogy ezt a piacot mi, vaperek építettük föl, és most kihúzzák a seggünk alól annak a döntésnek a szabadságát, hogy hol, mikor és mit vegyek, és, és, még bekényszerítenek a dohányzók közé, hát elmennek a büdös picsába. Ennyi a véleményem amúgy. Nagyon jó szóval véleményed. Nagyon jó a véleményed. Én az egészre annyit reflektálnék még, hogy, hogy igazából az, hogy a, amit a fifika képvisel, hogy ezek kőhülyék, kőostobák, meg amit Charlie mond, hogy itt bizony valami hátsó szándék van, hogy én úgy vagyok, hogy én a kettő között vagyok, nem látom. Viszont én azt mondom, hogy ez lényegtelen is. Az van, hogy vagy rossz indulatból, vagy elképesztő hozzá nem és ostobaságból, de ezek az emberek, akik ezt a törvénytervezetet készítik, alkalmatlanok a funkciójuk betöltésére, és születik ebből egy embertelen, gyilkos szemét törvény. Ez, 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 a durva. Tök mindegy igazából, hogy mi, mi a kiindulási alap. A konklúzió a nagyon durva. Tehát érted, Megszületett a 21. század leginnovatívabb eszköze arra, hogy leted a kurva cigarettát. Mi csinálunk? Baszd meg, meggyilkoljuk. Érted? Meggyilkoljuk. Egy olyan Anya... századba bassza meg, ahol elméletileg demokrácia van. Ha ez demokrácia, akkor szarok az egészbe akkor szeretnék egy kurva kibaszott királyt magam fölé, kinyalnám a seggét, és holnap ott vehetnék egy cigarettát, ahol akarok. Pont. Figyelj, beszúrnék egy linket, nézzétek meg a harmadik pontot, infografika az elcigi útjáról ezt a nevet adtam neki, és ez totál jól levetíti az egészet, ahol is ugye nem mentek bele itt, csak durva számok vannak. 1927 az első elektromos vaporizátor, 1963 egy amerikai szabadalom, az első dohánymentes cigaretta, ugye az első vaporizátor, majd, nagy szünet, csönd, 1990 egy új fejlesztés, ami jó elbaszottul néz ki, mert bedugsz egy cigaretta-szerű valamit egy, egy egy égetőbe, milyen véletlen, a Philip Morrisnak is volt hozzá köze, és aztán ez kurvára megbukott, majd 2004-ben támadnak a kínaiak, és a kínai fejlesztés az valahogy elindul. 2000... Honlik, jön Honlik. Igen, 2006 Európa, bármilyen fura is Európa, 2007 Amerika, 2009-ben ö... Arnold Schwarzenegger is felemelte a hangját az e-cigaretta tiltásáról szóló törvény ellen Kaliforniában. Majd az Amazon betiltja, és 2010 van még ott az első televíziós megjelenés, ahol Catherine Hegel, a David Letterman late night showjában először szív elektromos cigarettát, ilyen kis vicces Inne, méretű. Innen de is csókoltatjuk. Minden testrészét. Most homokórázik a számítógépem természetesen. És aztán jön a 2013, amikor is augusztusban azt mondják, hogy az e-cigaretta kereskedelem egy milliárd dollár bevételt termel. És akkor utána mi jön? 2014-ben ott Ethan Hawke és Mila Jovovics ö, rohangászik ilyennel. 2015 ö, július, és ezt már ki is beszéltük, hogy az HBO-n debütált Rachel McAdams kezében a True detective az elektromos cigi, amit <hazi> ugye a mellette ülő, ú, hogy hívták, hogy hívták a nagy Sándort? Nem tudom. Nem, nem tudom, nem ugrik mondok. be a neve, aki, aki leszólt, hogy a picsa az a kezedbe baszt ki. E, és, és az a cikk vége, hogy enjoy, de, bocsánat, enjoy. E, és ez egy ez egyébként jellemző, hogy amikor olyan cikkeket olvasunk, hogy olyan emberek, mint mi, vagy e-cigarettások csinálnak egy ilyen infografikát, vagy bármit, ami a témában releváns, a végén mindig ott van a szószedet, a referenciák honnan, és mit, és ö, milyen alapon. Mi meg, hogyha a dohányos ö, törvény alá berántják az ecigit, és akkor azt kapjuk, hogy hogy vannak-e erre már kutatások. Vagy legalábbis vélemények. A madarak rögteljük. Vagy már hallottam olyat, aki látott olyat. Tehát... Ö, Hát ezt ékesen filmjelzi, az, azon szétszakadtam a nevetéstől. Az, ha jól emlékszem, a mai Hír 24-es cikkben volt, a dohányzás fókuszpontjáról, a dohányzás fókuszpont honlapjáról szedett idézet, amelyben cáfolják, hogy a gyógyszer lobbinak bármi köze lenne a elektromos szigaretta ellenességhez, azt, azt láttátok. Igen. És a következő a dohányzás fókuszpont érve, hogy miért nincs egészségügyi, gyógyszeripari lobby az elektromos cigaretta lejáratása mögött. Azért, mert nincsen olyan terméke a gyógyszeriparnak, ami cigaretta formájú leszoktatás segítő eszköz lenne, tehát nem konkurenciája, ezért semmi érdekében nem állhat. What? Ez, 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 ez hogy? Alapvető első osztályos marketing, Kinga szereti ezt idézni, amikor be beesik hozzá egy ügyfél, és megkérdezi tőle az első beszélgetés alkalmával, jó napot, és az önök termékének ki a konkurencia. Á, nekünk nincs konkurenciánk, mert valami üdítő Tehát ez pont ugyanaz, a coca cola nem a Pepsi-Cola a konkurenciája, hanem a csapvíz. Attól, hogy az még nem úgy néz ki, és nem olyan. Ugyanazt a funkciót látja el, ti szerencsétlen, tütént tüte barmok. Hogy tudtak ekkor a hülyeséget publikálni? Hát most komolyan. Az elektromos cigaretta konkrétan a gyógyszeripar termékeit elavultá teszi, és nem konkurenciája az elektromos cigaretta a gyógyszeripar leszoktató-terápiás termékeinek. Hát, hogy? Mondj, mondj, mondj olyan gyógyszeripari leszoktató-terápiás eszközt, ami nem releváns az egy cigarettával Aranylövés. <laughs> Sampix. Értem. Ugyanúgy tudom csökkenteni a, a nikotintartalmat, stb. Satöbbi, stb. Satöbbi, stb. Mindent ugyanúgy meg tudok csinálni, mint egy kurva tapasszal. Várjál, Fifika, egy kérdésem volna. Mekor, bocsánat, mekkora bajban lennének, ha lenne cigirágó nikotinnal? Akkor ezt most nem mondhatnák. Várj, várj, mert van rágó nikotinnal, csak nem cigi. Ugye, de hát a klasszikus cigirágó. Hú, Igen. Na mondja Csári, bocsánat, de ez kicsúszott még a számom. Most meg becsúszik egy szopóka. Azt akartam kérdezni az előbb, hogy ami a Hír 24-es cikkben van, hogy, és te nyilatkoztat, hogy körülbelül 1000 vállalkozást érint a, a változtatás, ez, ez honnan van ez a szám? Vagy ez csak ilyen ex -has jött? Nem egészen ex -has. Mi annak idején végeztünk marketing fölmérést az e-cigarettával kapcsolatban és a hozzá kapcsolódó üzletágak terén, és nagyjából ez a szám jött ki, tehát egy ilyen 900. 50-60 olyan ö, cég van, akinek valamilyen köze van, tehát nem kell arra gondolni, hogy konkrétan, mit tudom én, egy cigaretta, áruló üzlet van ezer darab az országban, ami nyilván nincsen. Hanem van ezer olyan vá ö, ö, vállalkozás, ez e ide tartozik az import, export, a csomagolás, a, a nyomdatechnika, a dobozgyártás, a nem tudom én mi aminek része az e-cigaretta. Tehát megrendelői közé tartoznak azok a cégek, akik mondjuk likvidet gyártanak, vagy, vagy saját márkás termékeket, vagy bármit. Ez a szám ez innen jött uh -huh. egyébként. Azt egyébként teljesen jól mondta Zentai a cikben, hogy azt mondja, hogy az akaraterővel leszokók lesz 97%-a nagy lépésük megtétele után 12 hónappal ö, rágyújt. 12-t hosszúnak tartom. Tehát én nekem, nekem, hosszúnak 8 8 volt, 3, nekem 8 volt. Nekem 8 volt. Hónap. Nekem pöcre 12 volt. Igen. semmi, csak megállapítottam, hogy, hogy, ez a 12 hónap, ez nagyjából fedi is a valóságot, mert nálam mondom 8 volt, tehát az, az nem nagy tévedés. Gyengék vagytok. Gyengék vagytok. Azt szokták mondani egyébként, hogy a, a, a hárommal oszthatók a kritikusak. Nem tudom miért, lehet, hogy ez csak ilyen városi legenda, hogy a 3-6-9-12 ez a, ez a kritikus időszak. Hát mert azok ilyen évek lélektanilag lehet, hogy az veszi legjobban igénybe az embert. tudom. Nem, nem tudom. Én azt tudom, hogy amikor uh, kétszer vagy háromszor így visszaszoktam, és ebből volt, volt olyan időszak, amikor azt hiszem hat hónapig nem szívtam hogy egyetlen egy szállat kellett elszívni ahhoz, hogy utána totálisan visszaessek. Tehát, hogy elszívtam egy száll cigit, és onnantól kezdve újra úgy éreztem, hogy na most akkor már meg, meg, megint dohányzok. És aztán jött a második, a harmadik, a negyedik. Tehát, hogy nem tudtam megállni, hogy egy szállat elszívok, aztán pff, majd lesz, hogy, jöttem, hogy utána megint fél évig nem dohányzok. Nekem egy picit lassabb volt, de, de abszolút élénken emlékszem rá. Egy hétnél nem kellett több. Tehát lementem a srácokkal a melóhelyen cigizni. Á, tudod mit? Adj egy Baszki, egy éve nem dohányzol. Nem baj, adj egy slukkot. Következő nap adj slukot, Adj egy szállat. Adj még egy szállat. És az ötödik napon kb. már megvolt a saját a ja. ja, nem fogok mindig tarhálni, mert a pofámról a bőr. Jajaja. És ami ebbe a cikkben még meg lett említve, és olvasnám ezt a bekezdést, hogy miközben az elektromos cigarettával foglalkozók már a menekülő utat tervezgetik régi, villámgyorsan el lehet le... Na, villámgyorsan ellehetetlenülő megélhetésükből az országos dohányellátó akcióba lépett. És erre fűznék rá, hogy akkor szerintetek, ha ez mind így alakul, akkor ö, hogyan tovább? És most ne, a, ne az átszokók oldaláról közelítsük meg a dolgot, hanem mi lesz azokkal, akik már most is ezt használják? Honnan fogják beszerezni ö, rosszabb esetben mondjuk a készüléket, mert kínai kazányuk van és tönkrement? Vagy honnan fogják beszerezni a, az elikvidet? Külföldről. Ez sem jó, így nem állja meg a helyét. Szerintem, csak szerintem. És aztán imádkoznak, hogy ne bontsák fel az Ez az, ez az, ez az. Azért mondom ezt, mert. Hát, vagy átruhszam, mint régen, amikor hűtőgépért mentünk. De a, Ez az estélyer világába. Az az igazság, hogy én ezt nem tartanám jó ötletnek, ezt csak megemlíteni is a podcastben, mert mindenki meg fog nyugodni, hogy már pedig hat, ez, ez menni fog, és. Jó, jó. És, nem nem és fog menni. És azért, azért mondanám ezt, mert igen, Dávidnak, Blackinek volt egy kommentje, Megint hogy fogunk. amit írtam is a hírlevélbe, a folyamatos kérdések. Igen, igen. Hallottátok, hogy bevezetik a TPD-t? Hát hallottuk, csak ez nem az, majd berendelem külföldről, berendeled, és aztán jobbik esetben nem fogják meg, rosszabbik esetben olyan drága a készülék, mondjuk, hogy futár hozza, és a futár minden esetben vám elé állítatja, és majd azt fogják neked mondani, hogy Semmi gond, itt egy papír, nyilatkozzál. Van benne nikotin, nincs benne nikotin. És mondjuk, ha te azt mondod, hogy nincs benne nikotin, és azt mondják, hogy van, akkor ott nem arról van szó, hogy fizes 10.000 forint büntetést. Ezt most már, ha van ha nincs benne nikotin, az sem érdekes, mert ugye ez alapján az is ugyanúgy egy cigaretta. Uh -huh. Akkor elnézést hát ez, kérek. Ez, igen, ez, ez borzasztó egyébként, hogy, hogy most akkor mi lesz a borászati üzletekben, majd. Zárígyos lesz a PG, meg a De várjál, odáig még meg... el sem jutottam. Ö, van egy ilyen, ugye, hogy berendelem külföldről, ezt kitárjátok, de hát olyan nincs, hogy felbontják a csomagokat. <laughs> nincs már, már hogy mi az, hogy mert nincs? Mert rá van írva, hogy kis Jóska is ö, ö, kasszát kapát eldobnak, és, és nem merik kibontani, de már pedig kibontják. Sőt, segítek, ki -e bontaniuk. Ö, következő, beülök az autóba, és kocsikázok egyet a felvidéken, megoldom. Meg... Egy, az kurva drága lenne az a likvid, amit ö, egy felvidéki turnéval az ember beszerezne. Kettő, ö, ugyanúgy bárhol, tehát az, az, az hülyeség, hogy ö, téged nem ellen, bárhol ö, hatósági jogkörrel rendelkező szervezet, a NAV is ö, elhíresült neve, ennek vám is pénzügyőrség volt, nagyon faszak is szervezet, bárhol megállíthatnak, hogyha ráutaló, cselekmény, magatartás, vagy csak gyanú merül fel, és hogyha van nálad, akkor szoporoller. Tehát a majd felvidéken, és megoldom, mert én vagyok a faszagyerek, semmi működik. Na de akkor mi lesz velünk, fiúkák? Revideálnám, amit mondtam az előbb, ez tényleg egy elég a videó volt, mert a nagy általános hozzáállásra gondoltam igazából. Elmondom, mi lesz velünk. A hozzáférhetőség elképesztő mértékben csorbul, a választék elképesztő mértékben csorbul, és amit másképp nem tudok fogalmazni, hogy ezt le is írtam, Magyarország egy fekete folt lesz a világ elektromos cigaretta térképén. Ha ez így, ha, így és átmegy, végigmegy, törvényerőre emelkedik. Most kapcsolok csak. És uh, mi szokott ilyenkor történni? Mint mondjuk, mikor kitalálták ezt a trafikos dolgot? Csak v nem. A fekete gazdaság ha? élénkülésére gondolsz, ha? Charlie? ha. És majd ez nem úgy fog fekete gazdaság élénkülni, hogy indulnak a turnék, és mondjuk Ukrajnából hoznak mindenkinek ö, ö, mi az isten az? Radioaktív likvidet. Vagy titán kazánt, hanem azt mondják, hogy figyelj, van nálam likvid, de itt van, itt van. De figyelj már, ez egy hónapja még csak 1000 forint volt 10 milli. Hát, srác, ez most 2000. Kell, vagy de. nem kell? Tudod, mi a durva ebbe az egészbe? Úgyhogy arra is szoktak hivatkozni, hogy nagyon jó, mert így majd biztonságos termékek lesznek, és csak olyan dolog kerülhet forgalomba, ami szuper tuti és juhé, juhé, juhé. De hát könyörgöm, beviszik a trafikba, mint azt levezettük, a választék megszűnik. Az igény nem szűnik meg, mert nem egy kő alatt élünk, pontosan tisztában vagyunk a legújabb kínai, amerikai, német, orosz fejlesztésekkel, pontosan ugyanolyan kazánt akar majd az a szerencsétlen ember, Pontosan ugyanazt a klónt akarja majd megszerezni, lesz a trafikba, nem lesz. Tehát a cigaretta normális fehér piaca és fekete piaca között nincsen túl nagy különbség, mert ugyanazt a terméket kapod, csak a csempész árút valamivel olcsóbban. De ugyanarról a termékről van szó. De hogyha az, amit te szeretnél, magadnak megkapni, nem lesz kapható a trafikokban, akkor kizárólag a fekete piacon fogod tudni megvenni, és aztán akkor szuper minőség lesz valóban. Tehát ez is annyira logikus, annyira De átgondol. nem csak a minőség, Krisztián. Hát eddig minden, minden magyar e a bolt, vállalkozás befizette a kis adóját, gyarapította az államkasszát. Szerinted majd a feketéző be fog menni Bocs, árultam egy millió forintot feketén, ki szeretném utána fizetni az adómat. Meg a bírságot, igen. <laughs> Meg a bírságot, igen. Nem, hát nyilván csak azért, azért hegyeztem ki a mondandómat a minőségre, mert hogy ez megint önellentmondásba keveri ezt az egész ö, ö, törvénytervezetet. Hogy azt mondják, hogy ez az ok, ezért csinálják, de igazándiból a konklúzió ennek pont az ellenkezője lesz. Ha nem kaptam volna olyan neveltetés, mint amilyet kaptam, akkor azt mondanám, hogy agyatlan barmok. Jól. jól De nem jól mondtad. Kit, jól kitrükköztem, mi? <gül> <gül> ah. Valaki aksit cserél? És akkor arról a felül még nem is beszéltünk, azt nem tudom, hogy azt még tartogatod-e a tarsolyban, mint Patron Charlie, hogy ugye ez oké, okay, hogy a, a fogyasztókat milyen káros mennyire károsan érinteni a trafikóba való betúcolása az összes elektromos cigaretta eszköznek és tartozéknak, de hogy mennyire elképesztően etikátlan, igazságtalan, aljas szemétség azokkal a forgalmazókkal szemben, akiknek működő üzleti adófizető tisztességes vállalkozásuk van, az életükből közel egy évtizedet rááldoztak arra, hogy tesztejék ezeket a termékeket, válogassák, hogy mi az, ami kell, mehet a piacra, mi az, ami silány, mi az, ami nem. Tehát könyörgöm hát azért emberek, annyira, az életüket építették föl ezekre a vállalkozásokra. Annyira, tehát a, a számokkal ilyen barokkos túlzás nem ejtettem volna meg, hogy közel egy évtized, mert mondjuk legyen csak öt év hazai viszonylatban, de az elején ezért is tértem ki erre, hogy hogy ami most, akkor inkább úgy mondom, amit most kérdeztem Fifikától, ez az ezer vállalkozás, illetve amit az elején mondtam, hogy hogy ott, ott hogy lesz ez, hogy beviszik a termékeket, azok a kereskedők már ugye trafikot nem ö, ö, pályázhatnak eljárás keretében, tehát akkor... Ott Bocsánat, még egy kurva, egy logikai bukfencet fedeztem föl. Hát ezek csak így ömlenek ebből a törvénytervezetből. Mondja, én fölírom is azt. Jó, mondom, de elmégy. köszönöm szépen, hogy hogy ilyen píkeket beleraksz a, a beszélgetésedbe, hogy lehet majd normalizálni. Tehát, hogy, hogy ott úgy van kirántva alóluk a talaj, mint azok mögül, a trafikosok mögül, akik mondjuk a Moszkva téren. Moszkva tér, rohadjon meg nekem, Moszkva tér maradt. Tehát a Moszkva téren, mondjuk egy családi vállalkozásban volt egy kis trafikjuk, nem lettek belőle milliómosok, nem lett kúhetesük, 50 évet csinálta ugyanaz a család, és megélhetésük volt belőle. És aztán pályázhatsz, hát aztán mégsem nyertébb az meg. Helyette ilyen vagy inkompetens faszok nyertek trafikpályázatokat. Na itt is ez lesz, hogy majd azt mondják, hogy te nem értékesíthetsz, új trafikod nem lehet, ergo add el, ahogy tudod, addig a határidőig mondjuk, és utána meg nem tudom mennyel fogadni a lovira, vagy, vagy mennyel az eredeti szakmádba, ha van. Ha meg nincs, akkor így jártál. És hát a trafikok bevezetésénél ugyan kit érdekelt ez? Tehát ott is volt éppen De elég szem. felzúdulás, volt ilyen meg olyan kezdeményezés, és érdekelt bárkit is, hogy kinek veszik el a megélhetése? Érdekelt bárkit, hogy a felhasználókkal mi történik, hogy aki egy kisebb faluban lakik, az a mai napig tonna számra kell, hogy vegye a cigit, és nem tud egyet-egyet venni, ahogy eddig vette? Pont senkit nem érdekel. Hát én, én most inkább a kereskedő oldalról néztem, de akkor az is előfordulhat, hogy majd, majd ilyen álláshirdetések lesznek, hogy elektromos cigaretta boltból eladót felveszünk, vagy esetleg az a vállalkozó, aki kényszervállalkozó ugyan, de volt egy saját boltja, az majd elmegy alkalmazottnak egy ilyen boltba. Hát de, persze, hogy megy, de hogy megy el egy ilyen boltba alkalmazottnak, ahol dohány terméket is kell árulnia? Tehát ennek azért van egy lelkiismereti oldala is, hogy hát én biztos, sajnálom, hogy, nem hogy be biztos ez egy... az első adás, amit hallasz, többször elhangzott már, hogy van az a pénz, amiért korpásodik a fejbőröm. Tehát itt is ez lesz, hát nagy pénz az úr, akinek el kell tartani mondjuk a családját, az, az nem fog mérlegelni. Szerintem. De hát aztán cáfoljatok meg. Én, én mérlegelnék, de biztos van, aki nem mérlegelne. Ö... De ha még ha el, el is vállalja, akkor is miért kell valakit ebbe belekényszeríteni, hogy olyasmit áruljon, ami ellen abszolút ö, minden gondolata ellene val. Na jó, elmondom neked még egyszer. Azért, mert ö, ez neked jó, csak még nem tudsz róla. Tény. Ennyi. Elvigyük én... be akkor a tapaszt is a dohánybótba, nem? Feltétlenül. Körül, körülbelül ugyanez a, a szituáció. Ez, és robbanó motoros gépjárművet beindítani, kizárólag dohányzásra kijelölt helyen legyen szabad mostantól. Legyenek szívesek. Ott fognak körözni az autók. A bagósok körül. Motorozni, csak a, csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad. Egyébként abba sem gondoltunk bele, hogy jó, hogy most ott van, hogy a trafik. És. Vagy lesz a trafiknak webshopja is, meg lesz arra mondjuk plusz? Nem, 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 azt nem, azt nem, írták, nem, Távértékesítés tilos. Ja? Az online Ja, persze, olyan. persze, ezzel akarjuk. Igen, igen, ezzel igen, igen, ezzel akarjuk meg, ó, vissza egy kicsit a középkorba, Jaj, de tudod? Édes, hogy kis títsen. Azt Elnézés. hittem engem dicsérsz, fú, de megkönnyebbültem. <laughs> hogy ö, ezzel érjük el azt, amit már ö, évekkel ezelőtt elkezdtünk, hogy hiszen hát a bankkártya használatért is nyugodtan fizessél te paraszt meg hogy visz, amit most így elkezdenek kicsit fölfutóákba menni, ez a webes értékesítés. Mi a fasznak? Hát mert hogy így a, a 18 év alattiak, kérdem én, mióta ez a törvény euh, él, és csak a trafikban lehet dohányterméket, csak 18 éven felülinek, mert egyébként megbasszák az anyádat is, hogyha te eladsz egy 18 év alattinak, vagy olyan anyukának, aki a babakocsiját tolja be, mert a gyerekét nem hagynák innen a trafik előtt, elítéljük ezt az egészet, de hát ha cigi kell, akkor bemegy és vesz, de nem tud. Szóval ö, mi a tökre akartam kilukadni? Ja, igen, hogy azóta, mióta trafik van, hányszor láttatok fiatal kis suhancokat cigarettával? Tehát, Soha! Ne, ne, Soha! Abszolút, nem. Igen. Pont ugyanannyit, mint eddig. Na. Azóta de ők ezt, nem is tudják, ezt mi az a cigaretta. Értem Ugyanúgy hoz, tehát a trafik önmagában nem biztosíték arra, hogy fiatalkorú ne jusson hozzá. Azt, ha jól emlékszem, azt a jelzőt használtad, hogy álszent. Álszent. Most nem. jönnek majd a megélhetési vapervásárlók, hogy figyelj, nálam van egy 18 pluszos személy, mit vegyek neked? És akkor ár plusz 20%-ért kihozom. Na, kell? ha, ha? Na, Akarsz egy egót? Igen. <laughs> Hát meg könyörgöm, nem... Abszolút, abszolút tönkre vágja a piacot. Abszolút. Nem ez az egyetlen kórhatároz között te, kötött termék. Hát, rengeteg nagykorúaknak szóló termék van, például uh, intim tartalom, stb. Webshopokkal, ilyenek. Mi hogyan kontrollálják? Kötelező megadni a születési dátumot. Természetesen lehet hazudni, de bárhonnan máshonnan is hozzájutnak. Hát, de azt tegyük hozzá zárójelbe, hogy, ö, hogy és ezek a magyar webshopoknál például már önszabályozó módon mindenféle ö, törvényi rendelkezést megelőzve működtek, hiszen ahogy beléptél a webshopba, egyből a pofádba jön, hogy ö, 18 évesnél idősebb vagy vagy sem. De ez pont olyan értelme, és ez, ez, ez off, és egy picit így mindenki a gőzt leengedheti, ezt tőled kérdezem, Mújó, mert hát ha te jobban benne vagy. Mi ez az új agyfasz, de lehet, hogy nem új, mi ez az agyfasz, hogy ö, minden webshopra, meg leginkább weboldalra ki kell írni, hogy a weboldal kukikat használ, és ezt megértettem, ami gyakorlatilag semmi más, csak ezt megértettem. Az asf ben mondjuk benne van, hogy ez a webshop kukikat használ, és leokézod. Hogy ez mire volt jó most? Hát ez egy újabb -e új szabályozás. Ö új EU-s adatvédelmi szabályozás, meg adatkezelési szabályozás köteles, hogy felhívni az Európai Unióban üzemeltetett weboldalak látogatóinak, vagy az Európából érkező látogatóknak a figyelmét arra, hogy már pedig a te websájtod adatokat helyezel a számítógépén. Ez, ennek ez az eredete, tehát ez egy eu szabályozás, nem? Azt tudom, tudom azt tudom, igen, tett, igen, 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 azt olvastam, csak. És ő... a világon semmi. Igen, tehát plusz egy kattintás is, és. és Senki lesz a szarja, tehát én még nem láttam olyan fejvesztve menekülő ö, weboldalon szörfölőt, aki. Pahsz, meg kukit használ, bezárni az ablakot, sőt, még az előzményeket is törölni. Na, ez csak hát... ilyen kis off volt. Ez azért, hát figyelj, megint az EU-ban összedugták a fejüket, és megállapították, hogy már pedig ez feltétlenül szükséges. Hát évek óta foglalkozunk a TPD-nevezetű szörnyszüleménnyel, pontosan tudjuk, hogy mennyi logikát kell ezekbe keresni. Én a magam részéről ez, 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 ez az ilyen típusú felhívás, hogy már pedig ez a weboldal kukikat használ, tudjál róla, erre kétféle értelmes reakciót tudok elképzelni. Az igen, tudom, a másik meg, hogy tényleg kit érdekel. Igen, ez olyan, hogy elolvashatja a Google a levelezésed. Aha. Hát, az biztos érdekli Tott, nagyon bemegy bemegy az öreg asszony, ez a weboldal kukikat használ, de hol? <laughs> Majdnem leköptem a mikrofon, te hülye. Te cookie monster. Ja, de hadd mondjam már el, hadd mondjam már el. Köszönjük szépen, hogy Mondja. itt voltatok velünk, a... Ah. sziasztok. Hadd ah, <laughs> mondjam a legújabb felfedezésemet a törvénytervezet logikai bukfencei kapcsán mert ez valóban egy gyöngyszem. Tehát a jól átgondolt törvénytervezetünk kimondja, hogy az elektromos cigaretta forgalmazói még kiárulhatják az ekkor és ekkor ezelőtt készült holmikat, utána pedig már csak a hat hónapos bejelentés és a többi és a többi, és az elektromos cigaretta forgalmazók kötelesek bejelenteni. Kérdem én, melyik elektromos cigaretta forgalmazók, amik megszűnnek forgalmazók lenni? Ki fogja ki fogja? Hát majd a trafik ellátó, hát ki. De persze, értem én, hogy igen, de ért, a trafik az biztos nem, mert hogy ő egy trafikos nem fog azzal foglalkozni, hogy most akkor vigye a kis pakját és üzet, hanem gondolom a nagykerdül érkező szar akkor a nagyker. De hogy ez a logikai, hogy, jó, hogy már pedig az aki jelenleg, tehát úgy szól a, a törvény tervezett szövege, mint hogyha azokra vonatkozna, akik jelenleg is mert most árulják ezeket a dolgokat, és Figyi, be kell jönnötök. Ja, bocs, mégsem, nem árulhatok semmit. Gratulálok. Hát, azt hittem, hogy ez nagyobb kacajnak fog. Belülről nevettem. Én csak így mosolyogtam magamban, hogy szóval. Mint a, mi, a pirája. Komolyan, tehát kikülnek ott tényleg, tehát... Ez egy, egyébként egy ilyen, ilyen, ha megfigyeled magát a törvényt, akkor, akkor Gizike meg Tóni bácsi érted így ültek. Várj, azt van, van, nekem egy EU-s ilyen izé, bizbas, azt hova tegyük be? Ha nem tudom, ide a paragrafus jel megé. Jó, oké. Na, akkor most izé, a cseri, mert minden után oda kell írni, ahol cigaretta, hogy e cigaretta és szopóka? Igen, jó. Bazd meg, tehát ez a komolyan, tehát így, így iző, össze. Várjál, kivágom innen ezt a részt. Adja kollót, adja. Ah, hihetetlen. Gondolom kőkemény munka volt egyébként. <síl> Sűrni támad kedvem. Áh, ah, édes Istenem. De én a megnyug... Tudom, tehát én, én, már, én már így úgy vagyok ezzel az egészen, hogy teszek egy szopókát a farkamra, az bemegyek a trafikba. Mert onnantól kezdve odavaló vagy, ha szopóka De... van rajtad. Szerintem inkább nyugodjunk meg, jó kezekben van az egészségünk, olyan, olyan, olyan emberek ülnek olyan helyeken, amik évtizedekre meghatározzák, hogy, hogy milyen irányt vesz ez, és te hogyan hagyhatod abba a dohányzást, akik, akik Mélyen elmélyültek a témában, és értik valójában, hogy miről van szó. De, 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 olyan ez a törvénytervezet, hogy ezzel az erővel egy kalaba beszórhatnánk a fölvagdosott szavakat, és random kiúszhatnánk, Tehát nagyjából pont ugyanez lenne. Szerintem <síns> is egyébként a, a bullshit generátorra ugye ja. ezt elő... Lehet, nem. Krisztián, bullshit generátorra sokkal jobbat csináltunk volna. Ezt most mondom a stutin, meg egy kis pornolányzer a szopóka miatt. Ott legalább esélyed lett volna arra, hogy valahol valami jó összejön. Érted? Az igaz, Mert... az igaz. Véletlenül úgy kerül. Véletlenül, érted? valami szalad. jó De nem, itt esélyed nincs rá. Itt esélyed nincs rá. Ez a gőz a füst alá, hát kész. Tehát én, én, most is váltig állítom, hogy, hogy az egésznek a, a kiinduló pontját kell megsemmisíteni, hogy a dohányzás nem, a vépelés az nem dohányzás, mint hogy a dohányzás nem vépelés, de hogy a, a vépelés az nem dohányzás, és mi nem vagyunk dohányosok. Hogyha ezt az egyet át tudjuk verni, és ezt akár szinten is, tehát el, el lehetne egyébként ez, mert maga a TPD is gyakorlatilag, hogyha megnézed, akkor a rendelkezés uh, keménységei és, uh, és, szigorúsága révén ugyanazt írja neked is elő, mint a, a dohány forgalmazónak. Tehát maga a TPD is, a hátsó szándéka az, hogy összehúzni ezt a igen. És, uh, és itt van a, a kutya elásva, amikor egy, egy uh, kategóriába sorolnak. Tehát mi az, hogy alacsony kockázatú dohány nincs dohányköcsög? Tehát, és, nem, és egyáltalán nem értik, hogy miről beszélnek. Fogalmuk nincs róla, teljesen, teljes homályban leledzenek 2008 óta. És a helyet érted, hogy ezt, ezt állami támogatással, még egyszer mondom, állami támogatással, ingyen osztogatnák az utcán az ego kezdőszetteket a dohányosoknak, nem bazd meg, még ezt is elveszik tőled, hogy aki esetleg késztetést érez magában, mert egy értelmes döntést meg tudod hozni az életében, hogy megmeneküljön a dohányzás okozta haláltól, még attól is elvesszük azt az utolsó kapaszkodót érted, hogy amikor jön a villamos, borulj el te geci, befizetted a nyugdíjadat be, most már megdögölhetsz. Nem, tehát ez, ez, ez óriási, óriási hiba, és, és ezt leírtam az Egyesület levelébe is, hogy már én kérek elnézést, meg majd én fogok magyarázkodni, meg szégyenkezni az unokáimnál, mert ekkora balfaszok voltunk a módba. <coughs> Azon ezzel az egész hogy tök egyszerű megfogni, tehát a, a TPD-ből jövő dolgokat leszámítva, mert nyilván azt is kiveséztük, de hogy a a hozzáadó, az előbb általam hozzáadott értéknek nevezett magyar agyszülemények ebben a törvénytervezetben minden egyes intézkedése egyértelműen egészségellenes. Ez a törvény egész egyszerűen törvénytervezet alkalmatlan a célja betöltésére. Pont. Sőt, konkrétan a céljával ellentétes eredményű rendelkezéseket fogalmaz meg agyrém. Ha ezt öt évvel ezelőtt tudom, akkor szólok mindenkinek, hogy gyerekek, ne népszerűsítsétek az e-cigarettát, kussoljunk, nem jó dolog ez, mi szívjuk, majd lesz valahogy, nem kell vele foglalkozni, nem kell itt ajángatni senkinek, mi nem döglünk meg, majd megdöglik a többi, Tehát, ne, egyszerűen, fú, túlléptünk egy, 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 egy küszöböt, mint piac, és holott a maga az eszköz, maga a cél, és, és maga az, amit okoz, az nem változott. Semmi nem változott, annyi változott, hogy, hogy túl nagy lett a közösség, túl nagy lett a piac, kinőtte magát, és innentől kezdve kezdett kurva érdekes lenni a politikának. Ennyi. Ennyi. Amikor az 5-10-es csatlakozóval szerelt, meg, meg, a 808 KRD és euh, cserélhető patronos cigaretták piaca még Magyarországon nem lépte át a, a, havi 1 millió forintot se, és volt éppen azt hiszem kettő darab euh, online bolt, ahol lehetett euh, ilyenhez hozzájutni, akkor ez a kutyát nem érdekelte. A kutyát nem érdekelte. Mellesleg, csak azt tényleg már csak zárójelbe bejegyzem meg, hogy, hogy, azért mi is tettünk érte, hogy, hogy észrevegyenek, és amivel itt Blacky, Charlie, én, te, bárki foglalkozott a látványgőzölés, az azért, meg, 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 a sok agyatlan barom idióta kölök, akinek a videóit nem győztük vagy leszedetni annak idején a Youtube-ról, az mind-mind bevert egy szeget a, a mi koporsónkba is. Meg még ugye a többi ö, Véper koporsójába is. És amikor fórumon, meg közösségi oldalakon, Leírtam, hogy tehát gyerekek ne csinálják, nem kell az arcába fújni, meg nem kell kimenni, meg nem kell az, meg kémény csinálni a, a készülékedből, mert ennek nem lesz jó vége. Kúsz, ott akarom. Nem kell oda menni a pofonér, érted? De az meg oda kell menni a pofonére. Most majd ott szívhatják, ahol tudják. Hát igen. Ja, egy kicsit könnyedebbre véve, én közben kitaláltam, hogy a trafikban hogyan lehet majd megvalósítani a legális likvidkóstolást. Szódával az a... bazd meg, szódával. Nem, 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 nem. És Ferikém, az a magyaros csoki, az milyen? Hát figyelj, nem tudod kipróbálni, gyere ide, sercintek belőle egy kicsit a villanyra zsóra. Aztán szagolj bele. Ah, édes Istenem, de hagyjuk beszélni egyébként Lósát, meg Csárlit is, mert ezek szerintem sutyiba itt mindsweepereznek már. Az is, de az is lehet, szerintem Charlie már alszik, nem, nem, nem. Lósa, az volt egy kérdésem, amíg. Uh, uh, aztán a Charlie úgy döntött, hogy senkit nem érdekel. De aztán úgy döntött a Charlie senkit nem érdekel. De azért én csak fölteszem ezt a kérdést neked, hogy hogy látsz-e valamiféle sarokkövét ennek az egésznek, amit ki le, amivel ki lehetne billenteni a, erről az abszolút baromholt pontról a, az egész ügyet én gyors elnézést kérek, de kiválasztás ügyileg rögtön visszatérek. Hogy ne látnék, gyakorlatilag abszolút látok rá egy tökéletes megoldást, el kell hagyni Magyarországot. Ó, várj egy pillanatra, én már elhagytam. E, gyakorlatilag ezt az egyet tudom felajánlani, ugyanis én úgy általában nem hiszek abban, hogy a demokrácia az egy működő dolog, nagyjából sehol nem működik normálisan, és ha neked van valami, amit te szeretnél, és úgy érzed, hogy jó, az nem jelenti, hogy te arra engedélyt is kapsz. Ezzel az egésszel kapcsolatban, amikor két napja telett tele vele a Facebook, ez volt az első kérdésem, hogy és mit tudunk ezzel ellen tenni, mert szerintem az égvilágon semmit. Én ettől még megírtam a kis levőkémet, meg előtte és utána is aláírtam minden petíciót, ami szembe jött, de nem érzem, hogy ennek a büdös életben valahol lenne foganatja. Szerintem mi felhasználók annyit tudunk tenni, hogy semmit. Mi csak élvezzük ennek a... Így van. leendő gyümölcsét. Így van. Én nem látom azt, hogy az, hogyha most a múltkori száz, meg ötven, meg akárhány ember helyett most mondok valami borzasztón, egy számot tízezer menne fel Budapestre tüntetni, meg lufikat eregetni, meg nem tudom mit csinálni, hogy attól bármi megváltozna. Mennyi tüntetést láttunk az utóbbi években? Jóval nagyobb számokat is. Melyiknek volt bármi hathatós eredménye? A, az internet. Óhura. Adónak. Óhura. De az sem a, az sem azért, mert na tudjuk, hogy a mögött is volt párt, tehát tehát nem működik semmi pénz meg megtámogatás nélkül. Nézd meg, hogy az lósa, hogy hányan voltak a mostani LVP-n, hányan voltak a Lufi-eregetésen. Tehát szerintem ez már inkább a vicces kategória, amikor 20-30 ember megjelenik a parlament előtt. Hát figyelj, a... Holott 700 forintos internet adóemelésnél, vagy kivetésnél, tízezrek hömpölyögnek az utcán. És őket is leszarják magasó? Igen. Hát, uh, hát. Szerint, tehát, uh, ugye, én a szerint, én, ugye én a legnagyobb tömegdemonstráción akkor voltam, amikor a Krisztián a megszervezte a, a. Hova sikerült végül is szervezni, Krisztián? Az emmi ez az, az Arany János utcába. Így van, az m elé megszervezte a kis uh, uh, tüntetést, és akkor talán voltunk kétszázan. Körülbelül Hogy? igen. Nagyjából 200 embert lehetett uh, Pesten mozgósítani. Uh, hát nem tudom, tehát uh, ha, ha ezt most nagyon felszorozzuk, talán lehetnénk 500-an vagy ezren. Uh, az a baj egyébként, és ez a, ugye a trafik törvény kapcsán is jó látszódott, hogy Magyarországon azért dohányos jóval több van, mint uh, egy cigarettás. Hozzáteszem, sajnos... De, de ők sem ők se mozdultak meg. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez az egész országra jellemző, de nem csak az egész országra, egész Európára, és ezt az FI kezdeményezés kapcsán is láttuk, hogy egész Európára jellemző, hogy nem tudja önmagát megszervezni rendesen. Tehát, hogy azok, akik érintettek az ügyben, azok még, még már lassan arra sem hajlandók, hogy egy egy kurva like gombot megnyomjanak az interneten, nemhogy arra, hogy fogja magát és mondjuk 100 kilométert utazzon azért, hogy majd a jövő nemzedékének jobb legyen. Hát igen, a, a civil érdekfelfogás és a civil érdekérvényesítés az eléggé hagy némi kívánnivalót maga után, én úgy érzem. Arról nem beszélve egyébként, hogy, hogy minden ilyen Ilyen csoport egy idő után, ha megnézed, akkor úgy járnak, mint, mint az egyház. Tehát, hogy így, így tudod, támadnak proféták nyugatról és keletről, és elkezdik föl, fölaprózni az addig mondjuk aránylag egységes gyülekezetet. És ezt nagyon picibe is meg lehet figyelni, tehát én, én láttam olyan, olyan kis uh, vallási gyülekezetet, ahol ötvenem voltak, de két év után képesek voltak két különböző ágra szakadni, mert egy darab és bekezdésen a Bibliában összevitatkoztak, és onnantól ezek meg két külön ág lettek. Itt csesztük el a leges legelején, Fifi, látod, vallás kellett volna építeni az elektromos cigarettázásra, és akkor bocsáss maga a vételés én, én, az a vallásunk gyakorlása lenne. Bocsáss meg, az én lelkismeretem tiszta, mert mielőtt egyesület alapításba kezdtünk volna, én már akkor megalapítottam <laughs> Janival, a, valamelyik uh, héten ki is tettem valamelyik csoportba, megtaláltam a, a Google Drive-omon, kitettem a Vaperiánus Egyház emblémáját. Egy, egy, éjszaka, egy éjszaka dolgoztam rajta, de hát hülyék voltunk tényleg, mert egyházat kellett volna alapítani. Már szentet találtunk itt a podcastbe. Még nem késő egyébként, és akkor innentől kezdve az nem is vallási <coughs> szertartás. Füstölő, ez egy füstölő, csak szopóka van rajta. Ennyi. <coughs> Érted. A vallásunk gyakorlásának eszköze. A szabad gyakorlás az meg jog. Nem? Bizony. Lehetek kicsit off. Persze. Persze. Olvasói levéllel kapcsolatban, is és hogy mit meg hol lehet majd. Nem tudom, hogy ez az igazi neve, vagy sem. Mindegy. En Ricardo azt mondja, hogy megkapta a levelet, a hírlevelet, miszerint be fog jönni ez a rohadt törvény, akkor tuti, hogy nem lehet majd olyan kazánokat, modokat kapni, mint a Typhoon 2, Kanger vagy E-Leaf Ice Stick 50 watt, és sorolhatnám, mert akkor biztos, hogy egy forintot nem ölök bele, nagyon szeretnék áttérni, de így nem fog menni. Kepszlok, válaszod előre is köszönöm. Tehát látjátok, de akkor biztos egy forintot nem ölök bele, most, már. Jön a kézifék. Én erre csak annyit bírtam neki visszaírni, hogy ez hülyeség, hogy nem fog menni. Meg kell venni, használni kell, lehet, hogy nem is akarsz áttérni. Azt mondja, hogy kérdésemre nem válaszoltál, engem teljesen hidegen hagynak az 5-6 forintos készülékek, amire fáj a fogam, az egy Elif iStick 50 watt, ezt megint elmondta, de hát most ezt úgy mondja, mintha az legalábbis a Szent Grál lenne. Semmi gond, vedd meg most! Azt mondja, egy vagy kettő értelmes, normális kazán mondjuk lemó 2 vagy kanger Mini. Nem az a célom, hogy átrendezzem a képem, hanem egyszerűen ezek tetszenek nekem. Nekem is van egy Tesla, na mindegy, olyan módokat is mond, hogy igazából nem is... Na mindegy, nem, nem is kommentálom. Is érdekes, hogy nem, nem kommentálom, mert nem érdekel sose, hogy kinek milyen van. Leírják itt, tudod, a, mint a vámtarifa számoknál 8-as bontásig. Fölösleges. Nem érdekel. Annyit írtam csak, hogy nem tudjuk megmondani, sajnos ez az agyatlan fasság milyen következményekkel fog járni. Ezzel dolgozunk rajta. Azt hiszem nem túlzás, hogyha többes számot használtam, hiszen mindannyian, ahogy tudjuk, kivesszük a részünket. Tehát már most is erős a kézifék, és, és akkor jönnek már most azok, hogy én akkor meg se próbálom, hát hogyha ez lesz, hát akkor nem dobok ki az ablakon Ö, erre pénzt. Egészségvédelem, hajrá! Gratulálunk, Emmi. Megcsináltuk, összejött, vagy hogy, 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 hogy sikerült, megcsináltuk, nem uh -huh. tudom, mi a kampánynak a, a neve, vagy a, a szlogenje. Én azt tanácsolnám egyébként neki, amit Fifika mondott, hogy most vedd meg, amíg még megteheted. Hát de nem. És né pánzolja. Nézek nézek olyan készüléket, amiben 650 es aksit lehet rakni, az aksit azt rohadjon meg, senki nem tudja ö, azt mondani, hogy ez csak az elcigihez, hiszen zseblámpához is lehet. Olyan készüléket kell venni, és nem kell félérbaszóskodni, olyan kazánt kell venni. Felújítható kazánt, bizony. Igen, ami ami nem ö, két forint, vagy, vagy vegyen kicsit drágábbat, ö, ami jó, lesz öt év múlva is, ógyűrűt. Bárhol tud az ember venni, és kész. Az én tájfunom sem kopik, meg a, meg a, a prométei sem kopik, meg a többi sem kopik, ami az asztalon van, de nehogy félreértse bárki is, nem sorakozik az asztalomon 40 kazán. Hármat használok. Na, ennyit szerettem volna így, így mellékvágányon. Illetve azt szeretném megkérdezni, hogy vaskosak az olvas, nem azt mondom, hogy tehát nem sok kérdés van, hanem hogy fajsúlyos kérdések, hogy átmenjünk-e erre? Menjünk. Menjünk át. Jó. Ha -ha. Horváth Judit. Ismerős név. Részemről azt tartanám a legfontosabb kérdésnek, hogy mit lehet tenni. Nem azt, hogy mit kellett volna, ki mit nem tett, kinek a nagylábujjára lépett, hanem hogy mi az, ami még lehetséges és esélyes, hogy valami eredménye is lehet. Ez tök jó, mert akkor így, ha valamit félreértünk a kérdésben, meg tudja mondani, hogy nem erre gondoltam. Hát mondjuk nem sikerült felolvasni teljesen helyesen, de nem érdekel. Várjál, Ctrl-C, Ctrl-V volt. Igen, de kinek a nagy lépett, az eredetileg úgy hangzott, hogy kikinek a nagy Bocsánat, igen, kihagytam egy Ez egy fontos különbség. Ide jön egy nő, és egyből elkezd az Az, Azaz Béla. De hogy jön ide a Béla? Hát ő énekel a fanyűvőbe. Na mindegy. Tehát akkor. Igen? Válaszolj, mit lehet tenni? Azt hittem megválaszolja a lósa. Hát hadd ne válaszoljon meg a saját kérdésemet, tudom, különösen, tudom, hogy kettő tudom. perccel ezelőtt válaszoltam meg, hogy fingom nincs. Ö, a következőket lehet tenni. Hát levelet az NM-nek írni véleményezésre, ugye talán nem tudom, hogy évfélig éle a határidő, de még de holnap, mire meghallgatják az emberek, már mindegy lesz. Zentai doktornak a, a, a jól sikerült petícióját szerintem célszerű támogatni, így egy nap leforgása alatt ezer aláírás az azért eléggé szépen mutatja, hogy mennyivel, mennyire felháborodottabbak most az emberek és mennyire nagyon az elevenükbe vágott ez a hír. Ezt lehet tenni, ezen kívül, ö, aki nem tette meg, vagy nem tett még ilyet, ö, írni kell a képviselőknek. A kerületedben lévő választott képviselőknek ő fog ott ülni, amikor majd e, -e fölött a förmedvény fölött az országgyűlésben a gombokat nyomkodják, és meg kell próbálni meggyőzni. Ez nem annyira lehetetlen egyébként, mert jó persze hogy nyilvánvalóan át kell fordítani Magyarországra mindent, úgyhogy nem lesz egyszerű, de nem is egy lehetetlen cél, tehát ha meg se próbáljuk, akkor, akkor kuka, de hogy alapvetően meg kell próbálni meggyőzni a képviselőket, akik végül is ezt a törvényt megszavazzák, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz törvény. Ha megfigyeljük, akkor az európai szinten az Európa parlamentben pont ezzel sikerült annak idején, elkaszálni az egy az egyben gyógyult gyógyszer, minősítés javaslatát, írtak az emberkék az Európai Parlamenti képviselőiknek, és néhány fejet sikerült meggyőzni arról, hogy nem úgy van, az egy rossz ötlet, és utána ők már házon belül tudtak érvelni és kardoskodni. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy a, a, a területi választott képviselőjének az ember írjon egy szívhez szóló levelet. Minél emberibb, minél ember közelébb, annál jobb. Ez, ez még segíthet. Ötlet másoktól? Én, én továbbra is azt mondom, hogy meg kell próbálni, illetve hát mi már most ezen dolgozunk, hogy valamiféle jogi procedúrán keresztül Igen. megtorpedózzuk ezt az egészet, aztán majd látjuk, hogy lesz -e ennek bármiféle sikere vagy foganatja De de más, én, én most jelen pillanatban, ha, ha ez a, a levéláradat nem érje el a célját, akkor én most ebben a pillanatban más lehetőséget nem látok, csak a jog lehetőségét. Tehát ha, ha ez, ez így tovább billen ezen a. Mit is írtak mi ez most, ami folyik? Társadalmi szé egyeztetés. Széleskörű széles társadalmi egyeztetés. <laughs> <laughs> <Ha ez gül> itt... Nem az én például van, hogy többet alszom, mint amennyi idő van itt a társadalmi egyeztetésen. <laughs> Széleskörű társadalmi egyeztetésen uh, átmegy ez az úthenger, akkor, akkor már csak a, a jog uh, útja marad, és csak abba tudunk uh, kapaszkodni. Illetve hát vannak még ugye a különböző megmozdulások, de azok már ilyen, ilyen veszett fejszenyele szerintem. Tehát ha, ha most kéne megállítani, mert ha most nem tudjuk megállítani, akkor akkor tuti, hogy ebből döntés fog születni, és ennek a. <tosz> az áldásos hatásait nagyon gyorsan érezni fogjuk. Hát Mi nem ez? ennyire egyszerű a helyzet igazából. Tehát en kivételesen nem vagyok tökéletesen optimista, mert engem is idegzúanyként ért ez, az ez aljasság, amit elkövettek törvénytervezett címen, úgyhogy egy kicsit a én végtelen optimizmusomat is megnyírbálta, de hogy ha, ha ez az országgyűlés kerül ebben a formában, és a képviselők megválasztják, vagy megszavazzák a törvényt, akkor ugye ez még tesz egy kört a a köztársasági elnökünk Áder János előtt, úgyhogy lehet menni egy körne is, bár ez nem gyakran szokott működni, de néha azért mégiscsak vaktyuk is talál szemet alapon, mégiscsak visszaküld néhány törvényt, volt már rá példa, aztán kell ennek mennie még egy kört a kúria előtt véleményezésre, és ugye a, 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 az alkotmányossági szempontból elképesztően aggályos ez az egész, úgyhogy ott megbukhat. Ezen kívül, hogyha törvényerőre emelkedik, akkor viszont meg lehet támadni még az alkotmánybíróságon. Én erre készülök másfél éve, hogy ide eljussunk. Úgyhogy ilyen, ilyen lehetőségek még vannak, illetve amit Fifika említett a, 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 a csoportos per kell megközelíteni meg hát, a per közössége, megközelíteni Erre, erre mond, mondtam azt, Krisztián, hogy, hogy ha, ha jogi érvelést uh, tudunk mellé sorakoztatni, akkor az összes következő lépcsőn uh, meg lehet próbálni ezzel uh, megtámadni. Tehát, hogyha ha a kúri elé kerül, akkor, akkor uh, a kúri előtt kell megtámadni. Hogyha itt tudom is én, a, az alkotmánybíróság elé kerül, akkor ott kell megtámadni. Persze, persze, csak hogy hívják, ha az idővonalat nézed, akkor a maga természetes folyamatában ez a törvényalkotási folyamat hamarabb lefut, mint hogy egy ilyen... Az, az, az pikpak pik végig fog, tehát azt mondtam neked a menetrendet, hogy, hogy mikor kerül az országgyűlés elé. Igen, tehát jelenlegi formájában normális észérvekkel tudjuk támadni, és utána, ha nem sikerül a történet, történet-történet, akkor a per vonalon. Nekem, nekem egyébként egy szent, szent meggyőződésem, hogy a, a, az, az, amit most beküldtünk, annak így elő volt készítve egy mappa, azt rávolt írói tras. Uh -huh. Végső esetben pedig mindannyian kérhettek menedékjogot mondjuk Brüsszelben, hogy csoporthoz tartozás miatt üldözve vagytok a hazátokban. És és, Hazámban nincs biztonságban az, az egész testi Így van. Ami egyébként abszolút helytálló. Pont így van. <Amelyeként> <hállt> és így van. Azt is úgy, annak is úgy lenne értelme, mert nyilván ez egyfajta média érdeklődésre tartott számot, és mint tudjuk Magy Magyarországon nem csak Magyarországon, egész, az egész világon a média kurvákra figyel oda a, a, sajtó meg a közönség. Ez úgy, úgy lenne érdekes érted, hogyha száz ember így összefogna, és így egyszerre beadná ezt a kérvényt, mert ő úgy gondolja, és ezt érvekkel alátámasztani, akár a, a jogi érvelésekkel is, és akkor már mindjárt érdekes lenne, hogy mi van, mi, mi ez? És főszállnánk egy buszra, azt kimennénk, érted? És akkor ott menedékjük, ott kérnénk ez alapján. Na, megyek tovább akkor, jó? Jó. Matula Zoltán kérdése, hosszabb egy kicsit, és szó szerint idézek, tehát nem én leszek ö, közönséges, hogyha úgy tetszik a szavakból a legnagyobb kérdésem az lenne, hogy ha be is kerül a likvid és az e-cigaretta a nemzeti marharépa boltba, melyik gyártó terméke lesz a szerencsés? Kivel kell meccselni a forgalmazásról? A nemzeti dohány elosztóval? A battal? PM? Vackor nénével? Áder Jánossal a Sándor palota előtt? Kapok-e misztiket, blosziget, maximum smokot, vagy csak hangzen és melógyú levesek lesznek? Lesz minden erősségben? milyen VGPG arányban fognak tartani? Melyik trafik fog akár tíz gyártó palettájából betárazni? Lesz-e több ízből raktáron Felső Zsolcán, vagy csak a Mamboro Night Tobacco Premium Dekang Fing íz? Ha éget a készülék, visszavihetem a trafikba, hogy segítsenek? Ha kevés a gőze, mert áramkorlátba ütközünk az egón, megmondják az okát? Lesz-e minden integrálthoz porlasztó? Árulnak majd kantált? 03-ast is? És az, és az utolsó kérdés. Anyátok jól van? Hát ez csodálatos volt. A készülékeket azt úgy kitárgyaltuk, hogy az az eleve halott ötlet. A liquid... Én úgy érzem, hogy ez egy költői olvasói kérdés volt. I igen, igen. A likvidre azért kitérhetnénk, hogy hogy, hogy hogy mi lesz, ha. Én azt gondolom hogy egyébként, hogy első körben a, a trafikok minden olyan forgalmaz, és most ugye itt kimondottan a, a nagykereskedőkről beszélünk, illetve gyártókról, hogyha ha likvid van, minden olyan forgalmazótól, gyártótól tudnak beszerezni likvidet, illetve készüléket, akinek majd az a még mi se tudjuk, hova kell beadni című dolga rendben lesz. Ez az első kör. Én nekem van egy sokkal sötétebb köröm, amikor majd jövedéki termék lesz a, az e-cigaretta. És ak akkor viszont a likvidet csak a nemzeti dohányelosztó fogja tudni szállítani a trafikoknak. És mielőtt valaki megkérdezi, hogy de hát ez nem is dohány, hogy lenne ez jövedéki termék. Most küldtek mi minket a, a dohányzókra. Az az egyik, a másik meg, hogy Azért dohány termék, mert a dohányosok között vagy. Igen. <laughs> ez egy ilyen saját markába a <laughs> Azért megpróbálom befejezni. Tehát ott van azt hiszem Portugália vagy Spanyolország, ahol én tettem is ki képet a, a Facebookra, hogy ott ez már működik. Ott van rajta zári egy. Olaszoknál volt ilyen. Olaszoknál is, akkor ezek szerint. Tehát nincs ez olyan messze. Ö, ennyi. Matula Zoltán, köszönjük szépen ezt a kérdést, nagyon tetszik, főleg a vége. Duli Zoltán kérdése uh, teoretikus lesz szerintem egy kicsit. Filozofálhatunk rajta. Az én kérdésem az, hogy a kedvenc boltjaink miért nem raktak ki még tiltakozásképpen semmit a weboldaluk nyitólapjára a tervezetre vonatkozóan, esetleg egy közös nyilatkozatot. Hú -hú, hú -hú, hú -hú. Mert nem közösködnek azért, eddig se Na, közösködtek soha. Nagyon, nagyon az elevenünkbe, Marta, ugye itt, Charlie, neked is van valami webshopod, nekem is van valami webshopom. Uh, ugye egyrészt én Romániában árulok. Charlie, te a hadó elkerülő. Van. Igen. A paradicsomban. Igen. A, hát szerintem ugyanaz a, a helyzet, mint, mint egy az előbb a kis egyházakra, meg a, a nagy, nagy egyházak szakadására utaltam, hogy ez a jó magyar mentalitás, amikor a, a, egységet kérem mutatni <hül> és összefogni, akkor, akkor nincs senki, aki ezzel foglalkozna. Egyébként jó az ötlet, Mondjuk én iszonyatosan nem ezzel voltam elfoglalva az utolsó két napomba. Te érezd magad lebaszva. Én viszont nem, hiszen mondjuk én leginkább nem árulok likvidet, nem árulok semmi olyat. Összesen van fönt három termék kategória, és abból mondjuk ilyenek vannak, hogy aksi-aksi töltő, és hogyha, na mindegy, a számok senkire nem tartoznak. Rajta meg a csalj, könyvelőn akkor, kívül, akkor de... Megfordítom a kérdést, hányan kerestek meg azzal, hogy csináljatok valamit közösen? Várjál, nullához konvergál, Jó. és ez a szám nem fölülről, de hogy itt most azokra gondoljunk, akik életet, akiknek ez az egyetlen és kereső jövedelmük, de ezt megfordíthatjuk. Hol voltak a Dodoboxnál mondjuk? Tehát én most megint egy picit úgy érzem, hogy majd a közösség elintézi nekik a megélhetést, vagy hogy van ez? De most én hát, vagyok a köcsög, igen. vagy mi? Jó, azon kívül, igen. hogy igen. Ezt akartam én mondani, azon kívül, tököm. hogy igen. De... Igen. Én azon sem lennék meglepve, a forgalmazóink egy része két napja otthon feküdne és borogatnák őket. Vagy, vagy, ideg idegösszeomlással éppen valahol ápolnák őket, mert hát ez jó persze nyilván viccelek, vagy nem. Tehát még ez is elképzelhető, hogy valakit és érzékenyebben érintett ez a dolog. Én nem tudom, én nem tudom, mert tényleg most lenne tőlük is abszolút. Tehát ők aztán, mint ahogy az eddigi történetek, történetek, történetek során is, ők azok, akik igazából könnyedén elérik a felhasználók tízezreit kommunikációs csatorna gyanánt, úgyhogy lehet, hogy szerencsés lett volna egy, egy általános felhívás, hogy küldjék-küldjék az emberek a, a véleményezésüket. Nem tudom. Jó, akkor tovább lépünk, jó? Hallgatás, ja, jó. beleegyezés. Torma József kérdése volna. Én csak arra lennék kíváncsi, hogy nagyra becsült idézőjelben volt, hanem esne le majd a végén. Dr. Beneda Attila milyen tanulmányokat nézett át, és mennyi időt fordított a téma tanulmányozására, mielőtt a nevét adta, és jóvá hagyta ezt a baromságot. Jóvá hagyni és egy lapon emlegetni az e-cigarettát a hagyományos dohányzással hatalmas felkészültségre és szakértelemre val. Már megint. Viszont ő legalább jól keres az ilyen véleményezésekkel. Hát ez egy vélemény volt tulajdonképpen, nem kérdés. Valamelyik, valamelyik csoportba olvastam, de az is lehet, hogy itt is benn van kérdésnél, hogy ugyan mondja már meg nekem valaki, hol a büdös picsába vannak ilyenkor az addiktológusok? Hm. Az új barátnőikkel vannak elfoglalva. Érted? Nem, nem tudom, hogy mire, a gond, hogy érted, mire azon, gondol. Azok, akik akiknek a szakmájuk az, hogy a, a, különböző káros hatásokat vizsgálják. Miért nem, miért nem ugrottak már neki ennek az egész dolognak? Miért nem szántak erre időt? A kormányunk miért nem kért föl erre egy szakértői csoportot? Nem tüdőgyógyászokat, meg nem ilyen hi himi-humi megélhetési... Üh, minek szoktad őket mondani, Krisztián? Ezek a egészségpolitikai nem tudom én kiket, hanem, hanem szakembereket, érted? Aki oda megy, megméri, tudod, mint ahogy a Hofi mondta, sebész az igen, levágtam, kész, érted? Oda megy, megméri, van benne, vagy nincs benne? Nincs. Köszönjük szépen. Ennyi volt a kérdés. Igen. A ügyesek. van a Vannabi egészségügyesek Van a Nem, hát ez, ez igazából, a belegondolunk, ez, ez, ez Magyarország, Európa és a világ szégyene, hogy itt van az elektromos cigaretta kérdése, és ez némileg kapcsolódik az eddigi össze-vissza beszélésemhez, hogy akik döntéseket hoznak, és zéró felkészültséggel rendelkeznek, akik val nekünk szerencsétlen pógár civileknek kell szakszövegeket, tanulmányokat, stb. olvasnunk, hát így, így, ha kettőnk, hármunk, négyünk fejét összeraknánk, hogy hány elbaszott tanulmányon rágtuk át magunkat az elmúlt három évben, tuti, hogy összesen lenne, vagy 1500, és azok, akik ezért veszik fel a fizetésüket, ez lenne a munkájuk, hogy kövessék ezeket a dolgokat, tisztában legyenek vele, ne csak a félre tájékoztatós e, nyilvánvaló baromságokkal, meg a, a, a zsebüket tömő gyógyszeriparnak tetsző áll felmérésekkel és kutatásokkal, hanem valóban a szakma, szakmai igényesség minden minden, minden igénye nélkül teszik a dolgokat, és ne, ez, ez, a világ vicce, hogy nekünk civileknek kell felkészültnek lenni ennyire fajsúlyos és létfontosságú kérdésekben, és utána szóba se álljanak velünk. Tehát ez, ez vérlázító. teljesen, teljesen a nézetedet. Tehát, hogy ez, ez egy, egy, egyébként egy, ez a szakma szégyene, Érted? Kettő, meg a, a döntéshozóké. Tehát milyen, mi, milyen tanulmányokra alapoztak? Öt évvel ezelőttire? Meg, 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 úgy egyáltalán, tehát, hogy amikor így fölkészültek, akkor vajon mit, mit olvastak? Huckleberry Fint, vagy? Nem, szerintem... szerintem... Vagy valami <laughs> tudatmódosítószert szert fogyasztottak, és utána elolvastak Farsalinos tanulmányait, és negálták. persze. Igen. Persze. Ebbe az a durva, amit már múltkor felemlegettem valamelyik angol blogpost alapján, mert nagyon egyetértettem vele, hogy ez semmi egyebet nem jelent, mint hogy a mi szemünkben a közegészségügy innentől kezdve tökéletesen hitelét vesztette. Tehát abszolút válságban van a közegészségügy hitelessége az elektromos szigaretta felhasználók, rokonaik, barátaik, ismerősei körében, ami azért egy szumában nem egy kis mennyiségű ember. És hogyha belegondolunk, hogy ennyire brutális szakmai és etikai vétket hogyan tudnak elkövetni az elektromos szigaretta kapcsán, és elkövetik több évnyi üvöltözésünk ellenére, akkor más, az egészségügy más területein. Vajon milyen elképesztő hibákat vétenek ugyanezek az emberek? Mert én innentől kezdve azt se hiszem el nekik, amit kérdeznek. Segítek neked, átvágják Boris artériáját véletlenül? Igen. Na, a témából, mármint az olvasói kérdésekből kifogytunk, nem tudom, hogy van-e valami, amit még. Nem említettünk, kettő és fél óra környékén járunk, tehát tényleg ez lesz az egyik leghosszabb adásunk, és azt még, hogy mielőtt elfelejtem megemlíteni, ez már csak a te nyilatkozatod után, de holnap reggel a Mokkában közvetlenül a, a kedvenc szomszédom után jelentkezel, azaz hogy hívják? valami szíjasító. Nem is tudom. Igen. Hátból szíjat hasító. Fri Frizőr. Szíjártó uh, Alexander Messi, vagy hogy a francba hívják, focista hajú uh, után 7.30-kor a mokkában. Remélem, hogy öregbített hírnevünket nem bonyolódsz bele a saját mondataidba. Nem, ne, nem akarjál, ne akarjál részletességbe. Legyél te is egy média kurva és csak a lényegre törően, és Krisztián, többünk kérte, nem csak én. Én mondtam, hogy kifizetem a fodrászt. Borotva, fodrász, új lépő, nem az ármáni baszki, hanem a fodrászt. Most jól és megborotválkozom, felkozom, lazítsatok. Küldj egy képet, és azt mondja, jóvá hagyjuk. Most, most per pillanat nem jól sérülünk. Jó, olyat, kérünk, olyat kérünk, mint a szíjártó, mert neki bejött. Megkérem őket, hogy takarják ki a fejem. És, és, akkor... És fejét, akkor... fejét elhallgató vendégünk Tudod, kérésére. tudod kik, kikockázva a feje. Jó, mondjuk igazándiból azért tényleg magas lesz a rész, tehát után oda mennét, <laughs> kárfodrászhoz mennem, tök mindegy. Na jó én van, meg tehát, tehát ne ezzel, nem, mint, én mint én a leszokásnál, hogy akkor inkább leseszokok, hanem tényleg mutasd meg, hogy milyen faszag gyerekek vagyunk. Legalább három-négy bújtatott reklámot helyez el. Tehát a Vaper Egyesület, az ecg Blacky videói. Ja, mert arról sem beszéltünk tulajdonképp, de lózsa itt van, hogy hogy mi is lehúzhatjuk a Rolót. Ó, ne videó. Én szerintem nem egyébként, mert amit ez a vacak mond, az mi volt a pontos szóra, hogy kereskedelmi közlemény, azt hiszem. Na most az, az, rákerestünk ennek a meghatározására, az reklám. Tehát termék megnevezéssel reklám. Na most amennyiben te egy termékről beszélsz, az azért nem ugyanaz, mint a termék reklámozása. Én Tehát... már ráfűztem a TPD-re, mert ott ez sem lehet majd. Igen, 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 igen. Igen, de ebben a, ebben a szövegben, ami most előttünk van, abban ez még egyáltalán nem biztos. Mire véglegesedik addigra, majd biztos az lesz, de egyelőre ezt nem mondja ez a szöveg. Rosszul fordítottak magyarból. Valószínűleg. A -ben tényleg benne van az explicit. Valószínűleg igen. Se videó, se podcast, se semmi. Plusz se egyesület sem, ugye, mert oda a tagdíjat kéne fizetni, már pedig bármi egyszegít népszerűsítő célra nem lehet pénzt adni vagy elfogadni. Igen. Hát igen, ez a az egyesületet is. Hogy az amúgy bizony. egy civil szervezet, kit érdekel? Tilos és kész. Civil jogvédő szervezet. Pláne. Ó, oh, vicces. Szóval ezen a tévés szereplésen kívül mi lesz még? Úgy gondoltam, Mire hogy, hát, meg? hogy valamelyik kötök megy a rádióba, vagy mit tudom is én. Hát én, én a, azt mondtam, hogy a H24-nek adtam interjút, kiment a sajtólistánkra a, a Krisztián meg az én levelem. Na most, ha hiszed, hanem egyetlen egy média reagálta le, Mit gondolsz, oh. melyik? TV2. 24. TV2, igen. igen? Ja? jó, jó, oké. Okay. Várjál, jaj, jaj, ezt jaj, mondjuk úgy, hogy a, a TV2 telt. még. Lehet, hogy egy fél év múlva már ő sem. Igen. Jó, hát igen. akkor ezeket a cikkeket meg riportokat nagyon kíváncsian várjuk. Annyi, hogyha, hogyha te még akkor itthon leszel, amikor kitették, akkor akkor azt ö, le, és lehúzod és átlövöd, átlövöd azt tökre megköszönöm, ha meg nem, akkor majd majd én valamikor a holnap este folyamán, mert holnap dolgozom napközben, és ö, nem tudom, más, várjuk a fejleményeket, és, és, ö, és tartjuk a pulzus számot jövő hétig, és folytatjuk innen a dühöngést. Szerintem. Hát reméljük, még jövő héten lehet. Ja, annyi még, hogy <síns> 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 igen, hogy akkor ö, ö, szinten tartsuk mindenkinek a, a felkészültségét, a videónak berakjuk a, a legutóbbi ö, zanzásított egy óra 10 perces ö, monológodat, tehát a mokkában ne így készülj, ott 10 percet se lesz. Krisztián, pró, próbálj meg. Pró, próbálj, próbálj meg, ilyen. ilyen nagyon eklatás példákat hozni. Ne, de Krisztián, az a baj, Krisztián, nem nézel ilyen műsorokat. Én se, én se. De tudom, hogy az a fél óra, az nem fél óra, mert egy tízperces blokkokból rakják össze, meg még. Persze, én meg szeretek, nem tízperces perces blokkot, élő elvileg a mokka. Élő, de tízperces blokkok vannak benne. <hazit> ja, hogy úgy, igen, én meg és le kell akkor szoknom a körmondataimról, akkor... Ö... amiben aztán belefeledkezem a közepén, hogy mire is akartam kilukkálni. Igen, igen. segítek, hogy a macskára senki nem kíváncsi. De hogy nem, az vonza a nézőket, az állat, gyerek, vigyél macskát is, vigyél gyereket is. Cicás pólóba leszek. Így van, mindenképpen. inget rakadtak rám. Ez hála, jó Istennek, ezt akartam, cicás. tiszta rosszul. Az meg cicás póló, atya úristen. Van békás is, ha valaki ezt jobban szeret. Krisztián. Menet közben átöltözöm. Krisztián, hazajössz onnan, ahova mész, és utána nagyon meg pokrócozva, tehát nincsen póló. Ing, Nyakkendő nem kell, ing, lazába. Inget veszek, van remek ingem, direkt ilyen célokra. És ha, ha figyelj, ha elég kemény vagy, akkor a stúdióban, miután elmondtad az utolsó mondatot, beleszívsz a, a perzóba és kifújod a gőzt. Vigyázzál, mert nézni fogjuk. Jó, jó. De, Meg, meglátom. De tényleg valami de fejben már megvan? Vagy az semmi kérdés, nem tudsz, hogy mik lesznek mi? A kérdés nincs, a téma van, tehát a téma adott, és a, 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 az én véleményem is adott róla, úgyhogy még a kis levelemet, meg fifikáit, meg Istvánnak az érveléseit át fogom futni még néhányszor. De ugye ilyeneket, előtt, hogy, hogy hogy polóza, meg a jó doktor, ilyeneket nem, mert bele fogsz zavarodni, vagy nem, nem fogsz bele nem, zavarodni, nem. Így, így akkor nem tudom, van-e még három és fél órájuk, és akkor röviden elmondanám, hogy miről szól az egész, nem. <laughs> tényleg csak a, a lényeg. Nem, hogy... természetesen a törvénytervezettel fogunk foglalkozni, az nagyon sarkalatos és nagyon egyszerűen levezethető problémák vannak vele, ezekre fogok fókuszálni. Még azt csinálhatnád, hogy a Free Tibet pólóba mész, és mikor vége van a riportnak, odaállsz a kamera egy széttéped az ingedet, alatt a Free Tibet, és akkor, akkor, egy kicsit, kicsit szabadságharcos leszel, de... Vagy egy... Tudod ki, Geci, feliratú pólóba. <laughs> és aztán ráadásnak még, amíg után még mesztelenül végig szaladok a stúdión. Legalább <laughs> van hírérték. Az lenne, apám, az lenne. Hú, na, nem, 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 hiszem, hogy... Ha férfi vagy, megcsinálod. Ha férfi vagy, megcsinálod. Nem hiszem, hogy elősegítené az ügyet, vagy előmozdítaná, úgyhogy nem. Aha. Jó, jó. Reménykedjünk a legjobbakban, hogy jól fog sikerülni holnap. Én bízom benned. Meg a borotvában. Szóval, fogunk. Köszönöm mindenkinek, szorítsatok! Régen nem voltam a tévében. A vegyer mindenit. Jó, akkor már csak azt kéne, hogy az adás címét megszűjjük, és egészen kerekek vagyunk, mert ez, képzeljétek, a 80. adás. Gondoljunk bele, hogy lehet, hogy nem is lesz századik podcast találkozó. Mi igyekszünk, de, de hát látjátok. Más nem kazettán terjesztjük. Igen. Igen. úristen, legalább CD-t mondta. Szamizdat podcast disz meg. Igen. Azért, azért kazetta, Charlie, mert azt már nem tudják ők se lehallgatni, tudod? Nem, hát 2015-öt írunk a pad aljára ragasztott SD kártyákon terjed a fertő, a mocsok. Nekem van podcast százasom, cserélsz két podcast száz egyre? Oh, 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 oh. Igen, Eredeti igen. csomagolásban. Igen, igen. Képzeld, még egyszer se hallgattam le bontatlan. Na. Tényleg mondjuk ezt a 80 darab podcastet nem töltenénk fel a minisztérium. Onlapjáron. Bezippelem nekik, rohadjanak meg egybe és várjál, hogyha, hogyha nem akarják meghallgatni akkor elpostázzuk nekik Lackó Attillát <laughs> és bármelyik adásból idéz De, hát így van, tehát a kívülről tudja és most kedveztünk neki is Ö, mivel? ja igen Uh, hát, hogy tanem, nézem, ne, ahogy ne, ne, nézem, hallod? És nem, 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 hallod? Nem, kifogom feszíteni. Abszolút Lackó Attila, kompatibilis lesz. Ki feszíteni, és fölrakok neki egy 10 perces vágott részt, és neki azt fogom belinkelni, fú, azt a palota forradalmat, amit majd csinálni fog. Na, és mi legyen akkor a 80-as adás címe? Hely. Hát nekem erről az egész Faramúci helyzetről a, a Thank You for Smoking című film jutott eszembe, és itt igazándiból én úgy érzem, hogy erre erre noszogatnak minket, hogy ne, ne, ne legyünk már ilyen merész úttörők, és álljunk ki a sorból, hanem legyünk szívesek, dögöljünk meg a dohányzásba, mint minden rendes ember. Béláim. Én, én azt mondanám, hogy köszönjük, hogy dohányzik. Ismét. Igen, köszönjük, hogy ismét dohányzik. Köszönjük. Igen, ja, így, így teljesen jó. Vagy, Köszönöm, vagy egészsége történt. védelmében szíveskedjék dohányozni. Vagy már nem tudom. Akkor legyen az, hogy thank you for your smoking again. Jó hangzik. Aha. Uh -huh. Csak nem kell a jó. Ja, azt nem is írtam le, csak mondtam. <gül> 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 jó, jó. Zsöni áll. Akkor uh... és jegyezzük meg, a 80-ról leszünk be fog jutni, hogy kerek szám itt volt, és túléltük, nem úgy, mint a régi hajós kapitányok, az első nő a fedélzeten, üzemszerűen, mert ugye már volt, aki belépett Vendég volt, igen. vendégként, de az első női műsorvezető. műsorvezető társunk, aki nem vérzett el, és nem szakmázta agyon a műsort, mint a bilifejű fekete sisakos, aki szegény szerintem még mindig a konyhába ül, mit tudom is, én keveri a rántást is. Jaj, mikor ne, jön, kent, amikor? szépen, amikor mondta, hogy kellenék ide, akkor én éppen a vacsorát készítettem, úgyhogy kénytelen voltam eldobni a fakalamat. Szóval most arra valószínűleg már éhen hagy, de majd megpróbálom feléleszteni. De lehet, hogy forrasztott egy tojás rántott át. Igen, nem, nem, a... Biztos, hogy nem, mert a forrasztó páka ja, itt van velem egy szobában, ő meg most nem mer bejönni, úgyhogy biztos, hogy nem Mint. forrasztott semmit. Félkarú óriás forrasztó A Bal kezemben a forrasztópák, a jobb kezemben a vers. Az, <laughs> Az önök szerencséjére azúttal a verset olvasom fel. <laughs> Jó, akkor én mindenkinek köszönöm, hogy itt volt és jövő héten akkor ugyanitt, ugyan veletek. Sziasztok! Szerusztok! Köszönjük szépen, egy élmény volt. Nyugodalmas forradalmat mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!